Hello, srácok, szevasztok, legyetek üdvözölve! Sziasztok! Itt van velem Dark Linuxus, Linux istenség, megtestesült az... valójában. Hello. Emélet, Linux le... úr! Linux úr, szusz. Hello. Mi a stájsz? Oly, de rég találkoztunk már itt, Zoli. Ja. És... Az őrjöngős, azon. Az őrjöngő League of Legends volt az utolsó talán, amin demenciáztál itt jobbra-balra, arra gondolsz? Én pit hírekre gondoltam a... Ja, hogy az őrjöngés volt? A marketing. Hazug, igen, marketinges. Igen, amikor volt az a... Microsoftos... Kedves emberek. A Microsoftos téma, amikor a... Amikor összehordtak egyik... hetet havat a Linuxról, igen. Hát igen, így lehet lejáratni a platformot. De mindegy, erről beszélgettünk ugye eleget az előző PIT, hát rögtönzött hírekben. Ja. Most ez is az lesz. Ez is egy rögtönzött hírek lesz. Különösebben nem készültünk semmivel, srácok. Van pár téma, amit így gyorsan bedobott elém Zoli az adás előtt egy 10 perce, hogy ezeket majd jól lenne megmutatni, de attól függetlenül inkább reflektálni szeretnénk az év elmúlt eseményeire. És meg köszönetet mondani mindennek, amúgy, meg mindenkinek. Amúgy igen, éppen tegnap vagy tegnap előtt néztem meg a elnézést egyébként, náthás vagyok, még megköhögök, tehát így ilyen 60%-ig vagyok kameraképes maximum, plusz még ez, tehát beláthatjátok, nekem sincs könnyű dolgom. Bocsánat. Szóval éppen most néztem meg éppen a 2017-es retrospektív videómat, amit akartam idén is csinálni, csak hát, ahogy a melléket ábra mutatja. Tényleg, volt olyanod? Volt olyanom, és tök jó volt, és mert elmondtam benne, hogy tök jó már a Discord, már a 30-an vagyunk. Az kemény. Hát ez most ehhez, a... most igen, ehhez képest éppen most mondok, mindjárt nézek egy aktuális adatot, 53-an vagyunk online, és a teljes adat az most 186 offline, 56 online, 11 kemény mag, tehát az 63, meg a 108, bőven 250, plusz az adminok, plusz a karbantartók, meg akik nincsenek itt, 250-en meg vagyunk simán. Igen, ez hatalmas fejlődésnek érzékelem. Szia, Sáfranyek, sziasztok egyébként, Sáfranyek, szia mindenki. Fecsó, Sipi, Rapper úr, nem sorolok végig mindenkit, Hangotik, szia, és itt vár, már beírja, hogy végre, mióta rágod itt a körmödet, Hangotik, szia, köszönöm szépen, hogy itt vagy vagytok. A küszöböt. Vagy a küszöböt. Igen. úgyhogy néztem ezt a retrospektív videót, és így néztem, hogy ó, Istenem, már 30-an vagyunk, de jó. És ez egy kicsit furcsa volt, hogy most meg ahhoz képest, úristen, hol vagyunk. Tehát én az ember a mindennapokban nem gondol bele, hogy azért folyamatosan megy a fejlődés, és folyamatosan épül az egész dolog. Igen. Hanem így, amikor tényleg egy év távlatából visszatekintesz, hogy hol voltunk tavaly ilyenkor, és hol vagyunk most, ijesztő. Alapvetően az, és de leginkább a Discord közösségen látszódik ez a növekedés, míg azt mondhatnám, hogy akár például az én csatornámon, nem mondom, hogy nem, de azon annyira nem is, az én csatornám az nem nőtt mondjuk 10-szeresére, míg a Discord igen, tehát az azért nagyon kemény, tehát ebből látszik az, hogy általános érdeklődésű közösség csoportról van itt szó, és nem feltétlenül csak a hardcore Linuxos szervermágusokról, vagy a gamerekről, hanem tényleg egy ilyen egész nagy spektrumban mozog a közösség, és ez tök jó, mert vannak valamilyen szinten laikus emberek köztetek, ami kell is, sőt mindenképp kell, olyanok, akik igazából tényleg csak mezei felhasználóknak számítanak, akár Linuxot használnak, akár nem. Vannak tényleg olyan szervermágusok, hogy én csak vakarózok, meg fejlesztők, hogy azt se tudom, miről beszélnek, pedig én is annak vallottam magamat egy időben, és mert meg a tartalomgyártó réteg, ami viszonylag szűk, de egy-kettő, mint például Skami Linux is, akik időközben hozzánk Skami kolléga ide csapódott, hála Istennek, mert tényleg csak vele is többen lettünk, és pozitív irányban. Aha. Így van. És tényleg bővülünk, mert ott van Bejer Zoli például, aki ugye csinálja a mobilos streameket, ami tök jó, mert ugye, tehát most érted, sokan mondják azt, hogy az Android az nem is Linux, de hogy a fenében ne lenne az? Alapvetően annak lehet tekinteni, igen.
Persze, nyilván annak lehet tekintem, mert az, csak hogy... Amíg Linux kernel fut alatta, addig az. Szerintem nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog, amit csinál. És ez tök jó, hogy itt van inspiráció rá általunk, és én nagyon-nagyon szeretem, hogy ennyi kreatív ember sikerült összegyűjteni, és ez nagyon jó. Igen, nem gondoltam volna, hogy lesz-e valaki valahol olyan ember, most mindegy, kiről van szó, akik megpróbálnak belőlünk merítkezni, vagy hogy fogalmazok. Inspirálódni, ez elég nagyképűen hangzik, mert tényleg nem akartam én ilyen nagy szavakkal dobálózni, meg ilyesmi, de hogy miattunk gondolkodnak azon, hogy ők is elkezdenek streamelni, videózni, stb., és lehet, hogy amúgy nem is gondolkodtak volna el rajta, vagy nem adnák meg azt a löketet, és az meg egy bónusz plusz pont, hogyha ezt Linuxról teszik. Igen, és ez nagyon jó, úgyhogy, na tessék, itt van például Xeon. Szia, Xeon. Én komolyan mondom, ugye már múltkor is nem tudom, melyik szobába írtam, amikor valaki ott elkezdte, hogy mert hogy én vagyok a videó isten, meg a Linux isten, meg, és mondtam, hogy nem, ácsi, srácok, nem. Hagyjuk a fenébe a személyi kultuszt, hogyha nem lenne itt mindenki, akkor én egyedül, meg te is egyedül beszélhetnék én a falnak. Persze. Xeon, aki napi szinten basszus mindenkinek ott van és ugrik, és azonnal segít, én nem tudom eléggé megköszönni neki, hogy amit csinál. Ez borzasztó. Borzasztó, mi mennyiségű segítséget lerak az asztalra, úgyhogy köszi szépen Xeon neked is, KDL, Crive, ez egy fullos kemény mag, de egyébként mindenki, tehát senki ne érezze azt, hogy itt kiemelem, hanem így mindenki, aki ott van és segít, köszi srácok, mert kurva jó, amit csináltok. Gyakorlatilag... És örülünk, hogy meg tudtuk teremteni ezt a platformot, hogy tényleg ilyen emberek jöhessenek össze is, és ezt tudják a másiknak így élből adni a segítséget, és ez tök jó. Úgyhogy nem egy emberem múlik, srácok, higgyétek el, mindenkin. Hát gyakorlatilag a Discordot egy idő után már nem is mi visszük. Mármint olyan szempontból mi visszük, hogy mi hozzuk létre a szobákat, meg végül is, hogyha valakit bannolni kell, végül is csak mi bannoljuk, és esetleg inkább te. Nem véletlenül vagy te Dark Linuxus. De alapvetően, tehát sokkal többet kommunikálnak mondjuk egyes emberek, mint mi ketten együtt véve. És ez is tök jó, mert végülis nyilván ezért gyűltünk össze, mármint egy Discordon, ezért alakult ki ez a közösség, hogy nem, ez megoszlik a teher így egymáson, ami tök jó, és ennek így kell működnie. Abszolút, én nagyon hardcore módon egészen még szerintem nyár végéig is minden témát követtem, minden témában ott voltam, ha nem is szóltam bele, de mindent olvastam, mindent tudtam, és örömmel jelentem, hogy képtelen vagyok követni a témákat ma már a Discordon. Lehetetlen, nem tudom. Se időm nincs rá, se annyi energiám nincs rá, nem tudom követni. Annyira aktív a Discord, ami kurva jó. Igen, ez most egy kicsit úgy jöhetett le, hogy neked nincsen energiád meg időt követni, de nem, te ugyanolyan vagy, mint egy éve, ugyanannyi időd van, és ugyanannyi energiád van, mint egy éve, csak annyi van nőtt meg a content. Új felhallgató, nekről egy ideje már van ez az új felhallgató, ezt nemrég vettem, még az előző adag támogatásból, ami összejött, ez egy Superlux HD 660-as, kurva jó. Kösz is, Kami, nagyon ki vagyok. Tehát azért mondtam már az elején is, hogy ilyen 60%-nál nem vagyok jobb, mert köhögök, náthás vagyok, minden bajom van, úgyhogy ja, nem vagyok teljesen képbe. Hát minden esetre azért köszönjük a viszontagságok ellenére, hogy ide sikerült érkezni. Nagyon sajnáltam volna, hogyha ez az évzáró Pingvin Pit hírek kimarad, mert nem akartam volna, hogy az legyen az utolsó, amin egy ilyen borzalmas témáról beszélgettünk. Hát mindenképp kellett egy olyan, ami így egy kicsikét kötetlen, még hogyha céltalannak is tűnik, hogy most így csak így elindítottuk gyakorlatilag a streamet, de... Nem baj, egy kicsit beszélgetünk a közösséghez. Effektíve nem céltalan. Szia, Klupi! Ezt hallgassátok meg, sztoriba voltam ma reggel. Na. Úgy lett volna, hogy lett volna ma ugye internetem egy, ugye nagyon sokan tudjátok, azért nem is streamelek. Szia, Robert! Szia, Klupi egyébként közben. Sziasztok. Azért nem is... vagyok annyira aktív streamben, mert ugye egy szem megabitem van fölfelé 1,3 jobb napjain, amin hát láttátok, hogy tudok streamelni, mert egyszer-kétszer azért streameltem, szétesik minden, hiába kockásodik, mint a vadállat. És úgy volt, hogy ma hozzák a 200/20-at.
hát azért 20 fölfelé, az azért már jó ám. Persze nyilván 6 megabitnél nem menne több ki, de mindegy. Na szóval, ma fölhívott a srác, megállt a ház előtt. Szia, hello, itt vagyok, jöttem kötni az internet. Ó, mondom, nagyon jó, gyere, azonnal, csináljuk, rögtön lesz, nagyon jó lesz. Nagy a csönd a vonal végén. Mondom, mi újság? Itt vagy, halló? 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 Azt mondja, hát neki az lenne a kérdése, hogy hát ha lehetne, akkor ezt nem ma csináljuk, jó? De várjad, de ott volt autóval már előttetek? Itt volt a ház előtt az autóval. De mi a faszom, miért ment akkor oda, hogyha nem akarja ma megcsinálni? Hát már egész nap ugye itt dolgozott a faluba, és hát akkor ért ide hozzám. És hát azt mondja, hogy hát kurva nagy köd volt, de tényleg marha nagy köd volt ilyen, a szomszéd házig alig lehetett ellátni, és így 10 másodpercenként így jöttek-mentek a kamionok az utcán, és hát föl kell mászni a villanyoszlopra, át kell húzni az úttesten a koaxot, azt nem lehet letenni a földre, mert átmegy rajta egy kamion, akkor addig volt koax. És hát egyedül volt, mert a kollégája már szabadságon van, ugye. Aztán mondta, hogy hát, ha lehet, akkor ezt nem a csináljuk, jó? Mondom, Hát, de... De én ma már 4K pornót, vagy akarom mondani, hogy streamelni kellett volna. Világos. Amúgy fel is akartam ajánlani, hogyha meg lesz a netet, hogy streameljük úgy alólt, hogy ilyen, minek hívják ezt ilyen co-op, vagy dual stream? Multi stream, baszki, igen. Ja, hát már rég volt ilyen, és elfelejtettem, hogy hívják. De amúgy ez a poén lett volna, és akkor osztottuk volna a multistream linket, bejáratottad volna az új routert, meg hát olyan feltöltés még nem csinált sose a hálókártyád valószínűleg, nem? Biztos, hogy nézett volna, mi a felednet, internet. Így hívják 2018 az internet, fasza. Igen, úgyhogy a 23/1 megabitet lecserélhettem volna ma 200/20-ra, de hát sajnos nem. Mm. És nem, mert így jártam, úgyhogy január 7-e, arccal így a január 7-e felé. Nem, csak most azon gondolkodom én, hogyha egy ilyen netes szerelő lennék, de ez kosaras autóval jött egyedül? Vagy hozott létre? Nem, egy kis izéval, kis, mi az Isten, Kangúval, Renault Kangúval. Ja, és akkor ilyen hosszú ki teleszkópozható létre, meg minden. Persze, kitolható létre volt. Szabványos azzal villanyoszlopon szerelni amúgy? Hát ott van, ott megy a... Na jó, mindegy, biztos, ez hülye kérdés ott, volt. Ott megy a koaxuk, ott megy a kötődobozuk, hát persze. Értem, én nincs ezzel gond. Ja. És akkor, de szerintem amúgy én tudom, mi áll a dolgok hátterébe, utolsó munkanap, és már az a szeretett volna menni a családjához. Valószínű egyébként, de tényleg egyedül volt, és az tényleg így cikáztak a kamionok már egész nap az utcán, és tényleg kurva nagy köd is volt. Tehát az tényleg, hogyha most érted, leteszi a földre, én meg kiállok, érted így az úttestre a kamionnak, hogy állj! Szóval akkor, hogy bum! Azt akkor ma nem én lennék itt, most nem az én pofán lenne a kamerában, egy nagy Iveco emblémát így látnátok. Sziasztok, Iveco vagyok, beszéljünk ma is a Linuxról. Megkérdezzél, hogy mennyi volt az új tetkód, baszki, nekem is kell egy ilyen, csak nekem egy Linux. Skálni az Oli, tudod. Te atyaig. Nem, hát... új csatorna nevele, egy Dov Zoli, tudod. Annyit LTS-eztél, hogy ezt meg kellett csinálnod, fanboykodni egy kicsikét. Na hát mindegy, értem a problémát. Hát mindegy, sajnálom minden esetre. Most olyan, Zoli, olyan netje lett volna Zolinak, ami nekem a 200/20-szal tökéletesen meg lehet csinálni szerintem a mai világban bármit, sőt, még igazából effektíve sok is, nekem ez a 200 letöltés úgy nagyon különösebben nem kell. Persze akkor jól jött volna, tehát jól is jött, amikor a streambe kellett letölteni a Quake Champions frissítést, lejött akkor hamar. Tehát olyan szempontból mondjuk nem árt, de amúgy nem lenne rá szükség, ha az ember ráérős. Mondom a srácnak, hogy nálatok mennyi így a szóródás, meg mennyi a jelveszteség, mert nekem világéletemben csak ADSL-en volt, és mondom, az a baj, hogy 3 kilométerre vagyok a telefonközponttól, és elméletileg a vonalam, ami most van, az egy 50/5-ös vonal, csak hát ugye 23/1 van meg belőle. Hát és nézhetem, hogy micsoda, milyen jelveszteség? Ez koax. Mondom, miért koaxon nincs jelveszteség? Azt mondja, hogy de van, de azt mondja, nézd csak föl, az a villanyoszlopon látod azt a fehér dobozt? Igen, azon, na, azt mondja, az mind jelerősítő. Minden villanyoszlopon van erősítőjük, nem érted? Azt mondja, figyelj csak, így kitette a telefonját, és így elkezdte pörgetni a speed test eredményeket, tudod. És azt mondja, tessék, ez a szomszédod, ez a következő szomszédod, ez a következő, és mindegyik 210/50, meg 210/30, és olyan, azonnal kössed be! Hát igen, ez van. Hát ezt most várnod kell gyakorlatilag, hát majdnem egy hónapot, mert hát 7-e az, ja,
Hát 4-3-4. Szomorúság. Eddig kibírtam, most már kibírom. Ja, hát nincs persze. Ezzel baj. Ha eddig, is, ha eddig is megvolt a por, illetve hát a... A streameltem sokat, igen. Igen. Maradjunk ennyibe, hogy... De egy új dimenzió lesz, én arra gondoltam, hogy most már látni fogom, hogy, ja, hogy ez így néz ki. Már úgy értem, hogy a stream. Persze, de... Ez élet és irodalom. Igazából, de vannak azok a részletek, amik már egy kicsikét máshogy hatnak. Inkább ijesztőek, igen, én is ettől félek. Ha nagyobb a felbontás, persze én nem tudom, miről van szó, de eddig is láthattad volna ezeket, ha megvárod, mire letöltöd, de na mindegy, ez nem úgy működik. Igen, főleg a 1080p monitoron. Hát igen. Na, szóval ilyen jó kis történés volt ma, hogy így majdnem nem lett internetem. De nem. Hát én meséltem már én a telekomos sztorimat, amikor már elá is írtam a szerződést, elő volt fizetve, és úgy volt, hogy jön a szerelő, és nem hívott senki, én meg csak vártam a szerelőt, hogy jön. És nem rémlik neked, de mondtam? De mindegy, és az meg úgy volt, hogy csak eltett meg 2-3 nap, és nem jön a szerelő, mondom, felhívom már őket, hogy mi a helyzet, és akkor mondják, hogy miután már alá volt írva a szerződés, meg volt már az időpont, hogy mikor kötik be, hogy amúgy nálunk nem is érhető el az a sávszélesség, amit megrendeltem, és akkor ez egy miért akkor derül ki, amikor már a szerződést aláírtuk, és már a szerelő is elméletileg jön. Tehát, hogy sikerült ezt nem azonnal megnézni, mert elméletileg csak egy lekérdezés, beírják, gondolom, a címet, a házszámot, és akkor... Igen, és az elméleti megvan, persze. Elméletileg ott már a szerződéskötés előtt bőven meg kellett volna nézni egyáltalán, hogy beszélgetnek-e velem erről, vagy nem. Hát mindegy. Furcsák ezek a... Főleg, hogy te a Vidanet, az te Vidanetes lennél, igaz? Vagy ez be lehet mondani? Most Vidanetes leszek. Ja. És én gondolom valamelyik szolgáltatónak a vonalát bérli, nem? Vagy ő saját hálózatot épít az országban? Nem, szerintem mert volt itt a Supra Kábel TV, csak ők nem hoztak internetet, uh-huh. Csak kábel TV-jük volt, úgyhogy a Supra kikábelezte a falut, uh-huh. És a Vida megvette a Suprát. Uh-huh. És a Vida rárakta a netet. Ami tök jó, csak én erről nem tudtam. Nekem most szólt egy szomszéd faluban lévő haverom, hogy azt most köztetem be öreg anyámhoz a 200 megabit. Normális, vagy milyen kell, nincs is nálatok 200 megabit, te hülye vagy. Hogy ne lenne? Hogy nem én nyomorult hülye gyerek, mit vonalon? Dehogy, mit ADSL-en? Nincsen, hülye vagy? Tessék. Nem akarok hülyeséget mondani, Zoli, de azt hiszem van egy weboldal, ami beírod a címedet, és akkor az adott címen elérhető összeszolgáltatónak a eredményeit, vagy hát elérhetőségét kilistázza sávszélességekkel együtt. De erősítsetek meg, de azt hiszem van egy ilyen weboldal. Mondjuk azt hiszem ott néztem, hogy itt van Telekom, és végül is nem volt. Hát mindegy, figyelj, elméletileg itt is van 50-es Telekom, 50x5-ös, tehát mondom, ez a vonal, ami nekem van, ez egy 50x5-ös előfizetett vonal. 23x1 van meg belőle, mert 3 kilométerre vagyok a telefonközpont. Azt mondja, hogy csávó kért, 50x5-öt rendeltél? Annyi. Jó. Miért hagytad, hogy rábeszéljenek? Azt mondja, az életben nem lesz itt meg az 50x5-öd. Szörülhetsz, a 30 meg lesz. Hát 30 sincsen meg, mert 23. Hát nyilván hagyod, hogy rábeszéljenek, neked internet kell, és hogyha nem találsz mást, akkor nem találsz mást, akkor azt írod alá. Tehát, hogy én már olyan kompromisszumban is képes, vagy hajlandó lettem volna belemenni, ugye nekem itt a UPC az első évben nagyon-nagyon szarakodott. Borzalmas volt, használhatatlan szinte. És de hát, akik itt voltak streamben, azok tudják, hogy hát volt nem egy streamét, meg kellett szakítanom amiatt, mert hát szarakodott a net. Ja. És már lejjebb mentem volna a sávszélbe, mondom, legyen akkor egy ilyen 20x10, na Telekom 20x10, nem érdekel, ugyanannyiba kerül, baszki, csak legyen stabil, a faszom. És, ja, már bocsánat, majd hogy a fenébe. És ez most csodában, no. Ez most egy családbarát tartalom, mondjuk nem az, de mindegy. Az. És mikor is? És hajlandó lettem volna még ebbe is belemenni, csak legyen stabil, nem kell nekem a 200-as letöltés, ja. Hát mire használjam. És mondtam a csávónak, hogy tényleg nekem se kell a 200, fölfelé legyen meg, ha már 10 megvan stabilan, én boldog vagyok. Ja, én is úgy voltam. Úgyis csak 6-ot használok ki, maximum. Na mindegy, úgyhogy január 7 lesz, ami a napja lesz neki. Ami tök jó, mert januárban szülőnapom van, úgyhogy ezt tekintetem szülőnapi ajándéknak is.
Igen, a Vidanettől. Persze igazából most csak magadat akarod ünnepeltetni, és kíváncsi vagy, hogy a srácok emlékezni fognak-e. Mondjuk akkor beírhatnád a pontos napot. Nem tudják a pontos napot. Hát, akkor lehet, hogy januárban minden nap rád fog valaki írni, hogy valós szülőnapot, hé, most éppen, nem? Nem? Az nem, mondom, hogy nem most van. Ó, Matez Bakker, te már akkor itt voltál. Azt, jó van, mindegy, az a lényeg, emlékeitekben éljen örökre az a pillanat, soha többet nem láthatjátok, én kipurgáltam annak a nyomát. Az menő volt. Baszki. Na, az nagyon gáz volt. Nem, amúgy nem, kellett egy ilyen is. Egyszer, többször eljátszani kell lenne gáz amúgy. Ja. Ja, na, de mindegy. Budapesten könnyű, érted, Patrik, mert ott öcsém, ott minden sarkon ott van a gigabites UPC, meg a gigabites milyen digi, meg a gigabites minden is. Itt falun, na. Érdekes dolog ez a például, ugye a két uralkodó szolgáltató szerintem ezt kijelenthető, hogy a UPC meg a Digi, ha jól sejtem. Hát azért a DSS arra. Jó, legyen még akkor a Telekom ott, de a Telekomnak a közmegítélés az úgy viszonylag rossz, én úgy vettem észre, hogy nem nagyon van ember, aki úgy vélekedik a Telekomról, hogy na ők aztán egy Stram cég, mert ők meg megcsinálták, és azóta is működik 10 éve, ilyet még nem hallottam. De érdekes, hogy regionálisan valahol utálják a UPC-t, valahol meg a Digit, pont fordítva, tehát én nem tudom, itt Fehérváron például amúgy szerintem a Digi, ami úgy tényleg úgy ott van, mert van UPC is, meg Digis előfizetésünk is Fehérváron, és simán jó, tehát alapvetően simán jó, az égvilágon semmi baj nincsen a Diginek, máshol meg utálják, itt meg a UPC-vel voltak problémák. Nekro már nyomja a Western a UPC-t. Nem tudom, én 2008-ban egy rövid ideig éltem Budapesten, jó fél évig, akkor UPC-n volt, és mindenki orba szájba szívta a UPC-t, semmi bajom nem volt vele. Egyetlen egyszer mentem fél év alatt, de akkor azért, mert villámlott, vihar volt, dörgött, és a tévé is, és minden is elment. Hát jó, az mondjuk értem. Belefér. Igen. Az belefér. Ja, úgyhogy igazából én most már tényleg nagyon várom, mert mondja a csáv, hogy hát, hogy mennyire lenne sürgős, hogy így asszony rágja füle gyerekek valaki, én mondom, nem, nincs semmilyen, mondom, eddig ki tudtam várni, most már kibírom, semmi gond, menj haza, csináld a dolgodat, érted, most kimegy érted a ködbe, elüti tényleg két kamion, azt rám verik, hogy izé. Miattatok meg a szerelő! Szereltetted a szerelőt ködbe, ja. És a te hibád, mert nálad szerelt. Hát jó. Világos. Úgyhogy mondtam, hogy jó, nem, mennyi, Isten veled, de eddig kibírtam, most már kibírom. Világos. Ott ugye a fene. Magányos farkas vagy, neked nem rágják a füledet. Ja. Hát igen. Na, nekiálljunk a témáinknak, ennek a négynek, így aztán majd terülődünk úgy is valamilyen irányba. Beszélgethetünk. Igazából akartam, az a baj, és ezért haragszom legjobban magamra, mert én nem tudom, hol szedtem össze ezt a szart, öcsém, de már 3 hete benne vagyok. Úgyhogy akartam csinálni 2 videót legalább ebbe a hónapba. Ugye egyet tudtam nagyon jó, hogy most fog megjelenni a Linux Mint 19, egyet arról, már ugye fönn volt nagyon sokáig a béta, nagyon sokáig, hát 1 hétig vagy 2-ig, amikor kijött, aznap föltettem a bétát, és elkezdtem nézegetni, elkezdtem tesztelgetni, és hát furcsa hangzik ez az én szemből, de igazából meg voltam vele elégedve. Tök jó volt, gyors volt, rendben volt. Most itt ilyen túlzásokba esik, érted a cikk, amit olvasok az ONG Ubuntu-on, hogy a Nemo File Manager 3-szor gyorsabb, mint volt. Tehát hogy 3-szor, nem értem. Melyik micsoda? Nem, csak viccelek. Világos viccelek csak. Igen, hogy lemértétek stopperra, hogy hát szerintem az annyira hardware függő, baszki, hogy lehet egy file manager gyorsabb eleve? Nyilván a file műveletek azok nem ettől függnek, hogy milyen a file kezelő. Igen. Tehát annak az végül semmi köze. Gondolom, hogy milyen gyorsan rajzolja ki a GUI-t, vagy nem tudom, vagy hogy másolásban, vagy nem tudom, de igen, úgyhogy mindesetre az a tesztidőszak, amíg fönn volt, az a 2-3 nap, uh-huh. Ameddig nyomkodtam, addig én teljesen meg voltam vele elégedve. Mondjuk egy kicsit ettől én nekem egy kicsit az arcom így leszakadt, hogy,
hogy az volt a legnagyobb improvement, hogy ugye behozták ezt az új start menüt, hogy Windowsosabb legyen, hogy miért kell? Miért kell majmolni a Windows-t? Tényleg miért? Én olyan szempontból megértem amúgy, hogy a Linux mint mindig egy olyan rendszer akart lenni, ami a kezdő felhasználókat szólítja meg, és egy alternatívát akar nyújtani a Windowsnak. De ez akkor legyen olyan rendszer, ami tényleg úgy tud viselkedni. Én megértem, tehát kell szerintem egy olyan Linux, ami behúzza a felhasználókat, mert nincs jelenleg. Nincs jelenleg olyan, hogy Ubuntu az elment másik irányba GNOME-mal teljesen. Most egy Windowsos, egy Windowsos user... A Zorin, ami olyan, hogy... Meg a Deepin. Mert azok szépen. Nem tudom. Szerintem a Deepin sem. Kell valami, ami kopi. Ami tényleg húzza be. Szerintem egyáltalán nincsen ezzel baj, hogyha kicsit Windowsosabb irányba mennek. Én úgy gondolom. Azért, és ezt bele akartam tenni a videóba, azért nem baj egyébként ez az új start menü, vagy mi a panel, mert funkcionális. Tehát vannak benne funkcióújítások, nem csak az van, hogy na most ilyen lett, mert ez Windows... Nem, hanem jó, funkcionális. Ugyanúgy összegyűjti csempékbe az ikonokat. De hol van erről a kép? Én nem találom a cikkben. Az görgetek itt fel alá, mint egy őrült majom, de hogy nem találom a cikkben a képet. Elnézést, csak közben meghalok. Hívjunk papot! Most! Mi? Hol van? Ez az OMG Ubuntu, amit küldtem linket, abban van, ott van a... Nem találom a start menüről a képet. Rögtön az első, kép. Micsoda? Linux Mint 19.1 Beta Feature S, ott van nyitva, hogy az üdvözlő képernyő, és ott van, hogy tradicionál, modern. Rohadjak el. Beteszem a chatbe, jó? Nekem ez a link van nyitva. Pontosan ugyanez a link van nyitva. És az első kép. Ez az első kép. Bocsánat, a második. Na, első képen is látszik, tök mindegy. Mi látszik? Nincs nyitva. Mi? A start menü? A start menü nincs nyitva az első képen. Nem a start menü, a panel. Ja, panel! Te start menüt mondtál, én nézegettem. Jó, igazad van. A panelra gondolok. Én nem érted, hogy a panelra gondolok, amikor a start menüt mondom. Hát ez az. Akkor jó, akkor néztem. Akkor tényleg olyan, tényleg a Windowsnak van ilyen, hogy rávisz az egeret, és akkor ilyen kis miniatűreket rajzol. Nekem ez tetszik. És őszintén szóval, amikor elkezdtem, nem, a Unity-be aztán végül is lett valami. Nem, a Unity-be is csak valami extension-t lehetett bekapcsolni. De például a GNOME Classicból hiányzott ez, amikor elkezdtem először Ubuntuzni, vagy hát Linuxozni, akkor a GNOME Classicból nyomattam volna, és hiányzott ez az ablak preview, és akkor volt egy ilyen kis kompiz, ilyen kis extension plugin, vagy mi a szar, ami bekapcsolta a GNOME mellé ezeket a kis miniatűröket Hooverre a panelen, de annak örültem effektíve. Ő aztán a Unity-ba volt, és most meg... És meg azt hiszem, a GNOME 3-ban, nem tudom, teljesen máshogy megy a világ a GNOME 3-ban. Azt teljesen, olyan szempontból életidegen nem az, mert hogyha megszokja az ember, rájön, hogy ergonomikus, csak a Windowsos felfogással nem jó. Igen, igaza van Alexnek is, hogy ezt a kompiszt tudja már nagyon régóta, és Patricknak is tök igaza van, hogy amíg lehet választani, hogy mit akarok, addig tök mindegy. Hát igen, ti tudjátok, hogy lehet választani, ugye ez a helyzet, és múltkor is valamelyik streamben, Age of Streamben azt hiszem erről beszélgettünk így este felé, hogy oké, hogy mi tudjuk a választási lehetőséget, mi már ismerjük a Linuxot, te Patrik ismered, Alex ismeri, Zoli ismeri, én is ismerem, és tudom, hogyha Linuxozni akarunk, és valamit el akarunk érni, nagyjából tudjuk, hogy milyen irányból induljuk, vagy tényleg teljesen céltudatosan olyan csomókat rakunk fel, olyan asztali kezelőt, most valaki, aki idejön, teljesen laikus, full noob, mert hogy nem a rossz értelemben noob, hanem tényleg newbie, tehát újonc a Linuxban, azt se tudja, hogy hova nyúljon magához, és nem tudja, hogy mit csináljon, hogyha olyat szeretne, hasonló élményt, amit a Windows nyújtott. Igen, és egyébként tehát azért mondom, hogy funkcionálisan tök jó lett, tehát hála jó Istennek nem, nincsen az, hogy tényleg az, hogy csak kópi, mert nem. Úgyhogy nekem nagyon tetszett. Igazából nagyon szép lett az új panel, meg is tart, mint akartam mondani, de panel. Nekem bejött. Jó lett, itt ír valami new desktop layoutot, ez vagyok, nem tudom, hogy milyen new desktop layout, mert... Ja, hogy ez konkrétan ez. Jó, oké, köszi. És él akkor... a felkészültség. És akkor ez a Cinnamonnak az új verziója effektíve, ami... Ez a 4-es Cinna már. Igen, és akkor... Elvetőleg a 4.06 a legfrissebb árcsok alatt. Uh-huh. A mindben nem tudom, hanyas van.
Értem. És hogyha legörgetsz, akkor ott például ott van az ablak, hogy egy izé van, és akkor ott van az ablak betekintve, hogy mind a két külön ablakot megmutatja. Ja. Ah, igen, ez tényleg olyasmi, mint a Windows 10-ben, vagy hát a Windows-ban, azt hiszem, a helyre is így. Úgyhogy ez nagyon jó. Itt ír olyat, hogy Visual Improvements, a Mint Y Dark ikonok lettek a defaultok, ami tök jó, mert ugye alapból a Mintnak a panelja sötét, és hogyha ott váltogatod az ikonokat, akkor ott vannak gondok. Uh-huh. Ilyen 4.15-ös kernet kapott, megkapta a 4-es Cinnamont, ugye itt is írja a Group Window Listet, tehát ez az összefogott ablakok, ugye ez az ablak elrendezés. Uh-huh. Amit még így fontos kiemelni, ja, nagyjából ennyi. Hát meg az X-appok, a saját appok fejlődtek, de azok egyébként tök jók. Én nagyon szeretem a... Mik ezek? Mintnek a... Mintnek a saját appjai. Értem, a de hogy milyen jellegű? Egy képnézegető? Én nem használtam Mintet, nekem tényleg, én full laikus vagyok a Minthez, nem tudom miket ad. A képnézegető, Notepad, olyan, mint a Mousepad, csak X-pad, azt hiszem az a neve. Aha. Tök jók, én nagyon szeretem ezeket. Ó, paszki a Mousepad, de hogy jártam múltkor a kurva életbe. Rájöttem, azt nem fogom használni többet azt a programot. Minden, ezt most kitérőként elmesélem. Belses háztam egy szerverre, és közvetlenül szerkesztettem a fájt Mousepaddel. Ezt az emberek néha csinálják, amikor csak egy-két dolgot kell átírni, aztán leszarod, hogy mi van. És belses háztam úgy, hogy kell, és átírtam, amit kell, nyomtam egy mentést, bezártam, mert tudtam, biztos voltam benne, hogy amit átírtam, az jó lesz, és nem is ellenőriztem vissza, mert hát a faszom, tényleg csak egy karaktert írtam át, baszki, megint káromkodtam. Á, ez nem megy ez már nekem, ez a streamelés, hogy family friendly legyen. Baszki faszomban, mert kell káromkodnom, és utam át. Ez az, köszönöm, csak hogy most balanszban legyünk. És lementettem, és akkor néztem vissza, hogy végül is mit csináltam, és én fatal error, dobja a loga, a spameli a hibákat, mi a tök van. Nyilván azonnal elkezdték volna használni a weboldalt, és nézem, hogy mi. És nézegettem a fájlt, hogy hányadik sorra írja a hibát, és nem volt meg a fájlnak a vége. Eltűnt. Lecsippentette az utolsó 200 sort, úgy mentette ki SSH-n keresztül, mousepad a cuccot, úgyhogy fuck. És hirtelen ott voltam meglőve, hogy nem, tehát volt backupon, persze volt, csak elő kellett kaparni, és addig meg állt a cucc. És ez kurvára nagy gáz volt, ez. Igen. Nem tudom, hogy veszhetett el a fájlnak, nem az, hogy én rontottam el, mert én beleírtam egy betűt. Nyomtam egy Ctrl-S-t, és kixeltem. És nem volt meg a fájlnak a vége. Igazából én mindent, amit ilyen texteditálás, én a mousepaddal csinálom grafikusan, hibátlan, semmi baj nincs. Igen, csak ugye ennyi, hogy ez SSH-n keresztül volt, és lehet, hogy kicsikét lassabb volt, valami timeout-ra futott, tudod, és így nem tudom, hogy lehetett lassabb, mert 400 sor volt, azt hiszem 200-ra lecsippentette. Hát, hogy nem érzékelte. Ez csak pár kilobájtos fájlról van szó, tehát, hogy nem tudom, hogy. Mert hogyha még érted, ilyen több megabájtról van szó, aminek elmarad a vége, ja. Mert hát nem tudom. Mindegy, hát én nyilván én hibáztam, mert hát semmit nem szerkeztünk közvetlenül, főleg ilyesmiket. Uh-huh. Hát mindegy, csak ennyi volt a kitérő. Úgyhogy inkább gedit ezek, az még ilyet nem csinál. Egyébként, én szerintem, ja, 2019-ben szerintem a Best of Out of Box distro lesz a Mint 19.1. Aha. Mert tényleg jó. Adom. Tervezek majd új videótípusokat is. Ezt is akartam egy évzáró videót, és tök jó lett volna. Azt akart, nem, lehet, hogy videótípus. Most behypoltál. Nem akarod lelőni előre? Hát ilyen egy hét, vagy egy hónap, még nem döntöttem el. Egy hét ez alatt, egy hét ez alatt, egy hét az alatt, tudod? Valami hasonló. És akkor úgy, hogy nem bútolok egyáltalán árcsra. Uh-huh. Kemény lesz. Ez egy hét DP-n alatt, azt mondjuk nagyon várom. egy hét Tibetben, vagy mi? Egy hét te benned, vagy mi? Nem? Az, van ilyen film, csak az már felnőtt kategóriás. Hát az, amit most nem tudsz ma este megnézni 4K-ban. Így van, 4K-ban. Világos. Úgyhogy igen, ilyen típusú videót tervezek, új típusú tartalmat, mert mindig meg kell újulni. Hogy és kéritek is folyamatosan, hogy mutassam be a disztrókat, és az a baj, van már egy ilyen szkriptem, egy ilyen megírt szkriptem, hogy a disztró bemutatók, srácok, ha már itt vagytok, nem tudom hányan vagytok most itt, mekkora pikkel nem látom. Jelenleg 27-en vagyunk.
tökéletes, 27 ember ezt látja, adja tovább. Srácok, a disztro bemutatók hülyeségek. Mind, egytől egyig. Baromság, mind Linux. A Debian alaprendszert lehet bemutatni, vagy az Ubuntu alaprendszert, vagy a Fedora alaprendszert, vagy a SUSE alaprendszert, vagy a Arch alaprendszert lehet bemutatni. Ez öt darab Linux disztribúció, meg be lehet mutatni a KDE-t, az XFCE-t, a GNOME-ot, az összes többi ugyanez, csak ezek kombinációja. Uh-huh. Alapvetően nincs olyan, maximális egyet értek. Nincs olyan, hogy disztro bemutató, ez egy baromság. Úgyhogy olyan videók fognak következni, hogy be fogom mutatni a KDE-t, tököm mindegy milyen disztrón, mert pontosan ugyanúgy fog működni a KDE a másik disztrón is. Az XFCE-t, a GNOME-ot, a tötteret, és végigmegyünk mindegyiken szépen. Ilyen típusú videók várhatóak. És ez a script már készen van, csak nem tudtam felmondani, mert látjátok, 2 másodpercenként mutolnom kell magam, mert meghalok. És az a helyzet, hogy ez nem csak a disztró bemutató videókkal van így, hanem a másik, ami még egy kicsikét nagyobb spektrumot lefed, az a Linux telepítés videó, ami grafikus Linux telepítő, rendszertől függetlenül szinte majdnem mindegyik ugyanaz. Vizé beállítod a rootot, becsatolod, hogy melyik legyen a boot partíció, mennyi szfepet állítasz be, tök mindegy, hogy Ubuntu vagy Arch. Az teljesen mindegy, ugyanolyan a telepítője mindegyiknek. Egy kicsit más néz ki. Más a színe, meg némelyik telepítő, ugye egyel többet kérdez, vagy egyel kevesebbet. Igen. Ennyi. Olvasni tudsz, mert magyarul írja ki úgyis minden telepítő. Alapvetően igen. Így... Úgyhogy igazából lehet, Alpine Linux, azt nem ismerem, az milyen, Linux, az Alpine Linux, azt nem vágom. Én már hallottam róla. Én már hallottam róla, de csak ennyit, vagy létezik. Kemény. Na és Vaszki, eszembe jutott még egy gondolat ezzel kapcsolatban. Na. De már nem tudom. Miről nem az a fake distro bemutatóhoz. Ja, igen, hogy úgy kellene csinálnod, hogy felveszel egyet, és akkor hanggal elmondod, tudod, mint amikor vannak az, amikor számsorokat diktál be például egy robot, hogy felveszed az Ubuntu-t, mint szó, felveszed az Arch-ot, mint szó, felveszed a Mint-et, mint szó, és amikor felveszed az egész distro bemutatót, és akkor bevágod bizonyos helyekre ezeket a szavakat, és kiadod egy új videóként. Hiper gyorsan tudsz tartalmat gyártani. Szerintem nagy, tök jó. Teljesen jó. Lehet, lehet robothangon is, csak hogy még viccesebb legyen. Igen. Majd csinálok GLaDOS hangot magamnak, vagy nem tudom. És azt náthásan is fogod tudni. Náthás GLaDOS, az a legjobb, a náthás GLaDOS. Meg foglak önni. Bazd meg. Igen. Úgyhogy nem, srácok, a disztrót bemutatok, a folyamatosan a fülemet rágjátok, mutasson be a, nem tudom, Zorin OS-t. Minek? Zorin. Az egy Ubuntu, az egy módosított GNOME-mal ellátott Ubuntu. Mutassam be a Deepin-t, már bemutattam, tök mindegy. Az is egy módosított GNOME-mal ellátott Debian. Uh-huh. Ja. Pont ugyanolyan Debian, mint a Debian 9. Pontosan ugyanolyan. A felesleges bemutatni. Pont ugyanolyan. Úgyhogy erről a tényről már megvan, készen van a script. Ez tök jó, hogy amúgy ezt megcsinálod, ez a videó kurvára kell. Persze, hogy kell, csak hát igen. És ugyanez, hogy ugyanez a Linux Mint-tel is, a ugyanez a helyzet az Ubuntu-val is, mert az a baj, és azt hiszem észre a legtöbb frissen áttérőn, még hiszen hát honnan is tudnák, és ezt nem azért mondom, hogy hibáztassam őket, mert nyilván honnan tudnák, nem tudják szétszedni, hogy a Linux Mint, meg az Ubuntu az ugyanaz. Tehát így nem tudják, vagy nem hogy szétszedni, hanem nem tudják összerakni pont a fejükbe, hogy ez pont ugyanaz. Annyi, hogy más felület, és más a szoftver választék. De egyébként hót ugyanaz. Ezért már itt mutassak be rajta. Pont ugyanolyan. Igen, tök egyet értek. És az érdekes, hogy én tudjátok, hogy nem csináltam olyan túlzottan sok videót. Csináltam Ubuntusat, meg Manjarosat, amire nem vagyok büszke. De a Manjaros után rájöttem, hogy baszki, ez kurvára unalmas, és nem csináltam többet. És többek között volt még egy csomó minden, amit be akartam volna mutatni én is, csak a Manjaros után rájöttem, hogy ez tömegcikk, ez sorozatgyártás. És ennek így nincs értelme. És nem volt mondjuk fél évig videó a csatornámon pluszban, mert hát, és akkor elkezdtem streamelni komolyabban, és így nem, na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Manjaros után jöttem rá, hogy nincs értelme több disztrót bemutatnom. Megmutattam az Ubuntut és a Manjarot. Csá.
És Kaminak tök igaza van, éppen ezért, amikor az MX-et bemutattam, ami egy tök ugyanolyan Debian, mint egy rendes Debian, itt én is azokra koncentráltam, amit Kami is mond, hogy az MX Tools, amiket ugye ők tettek hozzá, mint innováció. Próbáltam azokra fókuszálni, és azokra koncentrálni, mert azok kurva jó kis eszközök. Igen, így rá lehet. Így, na tessék, ott ő is az MX-et mondja. Igen, nekem is erre, nekem is ez jutott egyből eszembe, hogy igen, csak is kizárólag ezért csináltam meg az MX videót, mert nagyon jók ezek az MX Tool-ok. Uh-huh. És így, és hogyha így áll hozzá az ember, és így próbáld megmutatni egy disztrót, hogy jó, ez nem azért jó, mert ez mondjuk Zorin OS, ez nem azért jó, mert XY OS, hanem azért jó, mert nézd, ennek van egy ilyen szolgáltatása, ha neked kifejezetten egy ilyen szolgáltatás kell, legyed, vigyed, tied. Uh-huh. Igen, és ezeket az újabb videókat ki is lehetne az új szolgáltatások irányába élezni, tehát hogyha mondjuk egy hét MX Linuxon címmel megcsinod a videódat, és akkor de nem pofázolt te már fél órát arról, hogy milyen a, mit tudom, milyen felület, ami rajta van, hanem ezt meg ezt tudtam megcsinálni, és ezt meg ezt nem tudtam megcsinálni MX Linuxon, és amúgy meg van benne egy ilyen cucc, ami kurva jó, és ennyit az MX Linuxról. Tehát tényleg szerintem ez nagyon jó ez a koncepció. És amúgy én is valami ilyesmit akartam, hogy az Antergosos videómmal az újjal, csak én egy évig használtam, mert én nem vagyok distro hopper. Több mint egy évig. Tehát így évente csinálni egy ilyen videót, az nem nagy sluszpoén ez a helyzet. Igen, erre, ilyesmire próbálom majd kihegyezni, és ezért tök jó, hogy most sikerült évvégére megint össze szerezni annyi támogatást is úgy kivenni, hogy meg tudtam venni az SSD-t, amit még egyszer nagyon szépen köszönök, srácok, minden támogatónak. Nagyon jól esik, hogy támogattok. Tényleg, ez amikor elindítottam a csatornát, ez eszembe nem jutott. Úgyhogy be lesz szerelve az SSD, amint nem halok meg, és nem köpködöm tele a gépet. És akkor onnantól kezdve nem lesz keszmec, mert onnantól kezdve lesz SSD kifejezet. Azért nem akartam eddig ezt csinálni, mert bocsánat, nem lett volna értelme Vinyón tesztelni, mikor már gyakorlatilag senki nem használ Winchester rendszerre, vagy hát legalábbis aki, hogy mondjam, nem, már egyébként már szerintem a Windows-osok se nagyon használnak SSD-n. Szerintem sokkal nagyobb az SSD használók arány a Windows-on, mert a Windows, de most tényleg most pár, tök full pártatlanul a Windows 10 nem használható HDD-vel, tehát nem megy. Nem működik. De mert ez a tendencia, ma már nagyon semmi. Tessék, a Necro is, meg Mizé is, Atlas is HDD-zik. Hát Atlas HDD-zik, de vannak tényleg olyan könnyedebb Linuxok, most a benti céges gépemen ugye most abban is még csak HDD van, mert nem, mindegy, nem az a lényeg, de most HDD-ről dolgozom, és egy LXDE-vel simán lehet HDD-ről dolgozni. Nap hosszat, tehát nem zavar. XFCE-vel is, a céges gépen XFCE-vel is biztos. Lényeg valami 5400-as izé. Vinyó is tök jól megy. Igazából, és igen, tehát fillérekért van, én is 7000 forintért vettem azt az újat, sőt, 7000-ért. Ja. Az tényleg, srácok, az már nem pénz. Az nagyon jó az áruk. Nagyon jó. Mert NVMe SSD-t lehet már venni nagyon jó árakon, más már 250-es SSD tudsz 10 pár ezer forintért 250-est. Emlékszem, az első 120-as SSD-met, nem az, ami az első SSD-m volt ever, azt 32000 forintért vettem. Az még kurva nagy ár volt ahhoz képest, még új újdonságnak számított. 64-est meg nem érte meg sose venni gépekbe. Nem. 120-as volt az első gyakorlatilag. Az én 256-os Samsungom is 50 volt. Az kemény. Az kemény. És most már töredékért meg lehet venni. Tehát most már gyakorlatilag, hogyha új gépet építesz, és nem akarod mondjuk széttorrentezni az agyadat, mert amit ugye nem akarod. Nem akarod. Nem akarod. És mondjuk az nem kell neked nem kell neked 2-3 terajt tárold a 4K-s filmeket, egy 120-as SSD-t beleraksz a gépedbe, az irodai gépedbe, és el vagy vele, vagy egy 250-eset, és el vagy vele, nem kell már HDD, nincs rá szükség átlag felhasználásra. Átlag felhasználásra mondom, amiben nincs benne a torrentezés, nem szabad, hogy benne legyen. Igen, úgyhogy az NVMe SSD-k most nagyon-nagyon lenyomták a SATA-s SSD-ket, de valami pokoli módon, aki most tervezi, tényleg most vegyem, mert 7000 forint az nem pénz. Ja. Tényleg nem pénz érte. Úgyhogy most már nem lesz azzal gond, hogy hát bemutattam, de igazából lassú, mert vinyó, meg izén nem. Van másik SSD, egy fel rá rendszer, amellett mindig, tehát mindig lesz egy aktív rendszer,
és mindig lesz mellette egy olyan rendszer, ami ennyi. Jó, Szlovinak igaza van, bocsánat, a Rainbow Six Siege magában 80 giga. Lehet, de én átlag felhasználásra beszéltem, nem gondoltam gamingre. Szerintem a gaming az már olyan átlag felhasználásra, tudjátok, ami nem gaming. Na, ezt most megmagyaráztam. De igen, persze, alapvetően, hogyha valaki játszik, akkor tegyen be mellé egy HDD-t. Mert nem lehet csak úgy teletömni gépet. Az új játékok mind nem állnak meg 50 alatt. Nyilván, de itt most bootidőről beszélünk, meg rendszer működésről, Szlovi, tehát persze értjük, hogy mit mondasz, igen, tudjuk. A XCOM 2 is 56 giga, ha jól emlékszem, kurva nagy, és igen, annak kelvin jó. Világos, igen. Meg most valaki mondhatja azt, hogy 7000 forint, milyen SSD-t kapsz érte, hát egy éven belül tönkre megy, és bazd meg, 7000 forint. Jó, nem akarom elbagatelizálni az 7000 forintot, mert jól tudom, Atlasz, te csak viccelődsz, de nyilván van, akinek még az is sok pénz tud lenni, nyilván ezt tiszteletben is tartjuk, nem csak annyi a lényeg, hogy 7000 forintos SSD-től az ember ne várjon 5 éves élettartamot, hogyha gyilkolja a naphosszat, meg szvepel róla, meg minden, de hogyha 2-3 évig bírja egy 7000 forintos SSD-t, bírja 2-3 évig most. Meg... aki gyilkol 7000-ért, csak hogy ne halljon éhen, kedves Atlasz, az nem minket fog nézni, és nem a gépépítés lesz a legnagyobb gondja, ugye? Igen, persze, nem azon fog, most milyen SSD-t, milyen HDD-t vagyok, hanem hogy milyen parizert. Konkrétan. Igen. A megszáradt kenyérhéj mellé. Tehát azért ne legyünk demagógok. Persze, de nyilván tudom, hogy te csak viccelősz, na, ismerünk már annyira. Ja. Így van. Ban! Igen, úgyhogy ja, ezek a videók várhatók, és erről én mind-mind szerettem volna, meg tök jó lett volna még egy, bár még lehet, hogyha esetleg 21-e van, nem tudom, hogyha jobban leszek egy kicsit, és nem hallok meg minden második mondatomba, akkor lehet, hogy még egy retrospektív videót felveszek idén, de, és akkor ezeket mind elmondom benne újra, de ja, tök jó lenne. Mert tök jó lenne egy év múlva visszatekinteni rám megint. Igen, azért kell ezeket, és az a helyzet, most én is, nekem is lesz pár szabad napom így két ünnep között. Szerintem én is felveszem az első videómat, mert tavaly még nem lett volna értelme. Idén is csak olyan dolgokat fogok elmondani, amiket valószínűleg streamben már elmondtam, vagy még elfogok. De idénre én is tervezek még egy ilyen rövidke kis videót. Rewind, baszki. Stradus Rewind, Penguin Pit Rewind. Nem mindegy, de én is terveztem egy ilyet, és ja, mindegy, nem lövöm le a poént, amit ha megcsinálok, akkor jó lesz. Úgyhogy ezeket akartam, illetve akartam még egy Discord videót csinálni, mert mert megint, tehát volt már egy Discord videó, amikor elindult, hogy na ez a Discord, gyertek, Discord, tök jó, hurrá! De egy csomó olyan emberrel találkozok még most is a friss videók alatt a kommentbe, YouTube kommentbe, hogy így írja, hogy hát ő igazából nem tudja, mi ez a Discord, meg ő, hát őt nem is igazán érdekli. Hát hogyha felveszek majd egy olyan videót, hogy mi is ez a Discord, mi is zajlik ott pontosan, és hogy nem csak a szakmázás megy, hanem tényleg van humor, meg baráti társaság, meg minden, hogy egy kicsit pörgessük fel a Discordot, mert Még mindig lehetne pörgősebb. Ez teljesen egyértelmű. Úgyhogy igen, ezek vannak terve nálam. Tényleg, te így jövőre valami különlegességet? Terveztél-e? Addig hát, meghalok. Videózás tekintetében az a helyzet, hogy nem gondolkodtam olyan dolgon, ami mondjuk idén nem volt. Gondoltam több videóra, meg gondoltam egy, ja tényleg lesz egy olyan gépkonfigom, ami ilyen full low budget, nagyon alacsony kategóriás, régi, szinte kiöregedett gép, amin terveztem olyan videókat felvenni, amik kifejezetten abban az irányba vinnék el. Ezt sem lehet sokszor eljátszani, meg elsütni, hogy hogyan lehet régi gépeken is normálisan Linuxot használni, mert biztos vagyok benne, sok olyan család van, akiknek központilag használja anya, apa egy számítógépet, de már nagyon-nagyon lassú, de nem akarják lecserélni, mert tényleg csak arra kell, hogy ne a telefonon görgessenek kettőt a Facebookon, hanem a gépen, vagy mit tudjam én, nézzenek róla HBO-val valamit,
mondjuk már az is szinte erőforrás kell. Na mindegy. Igen. Nyilván Skami, ebbe teljesen jártas vagy, de szerintem nem elég, hogyha egy ember mutogatja ezt. Minél többen menjünk rá bizonyos témákra, annál jobban eljut, és szerintem ez egy alapvető probléma a Windows 10 esetén, hogy nem nagyon megy régi gépeken, nem lehet bevállalni egy 775-ös alaplapra 4 gigarammal a Windows 10-et, mert szerintem tényleg nem lehet. Most ez viccen kívül, pártatlanul. És mindegy, pár ilyen videón gondolkodtam, gondolkodtam azon is, hogy lecserélem a Antergoszt valamire, és jövőre csinálok egy olyan videót, hogy sikerült egy évig használni egy valami másik Linuxot, de hát ez egy év távolatában... De szigorúan csak másik árcsra. Hát az a baj, hogy csak a másik árcsra cserélem, akkor nincs mit elmondanom. Bár nyilván, hát nyilván a szokásaim változnak, azért is az Antergoszos videó nem egy disztró bemutató videó volt, mert nem mutattam én, hogy hogy működik az Antergosz, hogy működik az XFC, azt mutattam, hogy én hogyan tudtam és mire tudtam használni, ami azért más. Kicsikét más kategória. Mivel egy Q9004-en 6 gigán, hát, ja, mondjuk a HDD még úgyis cinkes. Sok az árkó. Nem. Sok volt. Nem, szerintem Xeon nem, attól nem kell félni, hogy Benny árkót fog használni, mert fél tőle nagyon. Nem az, hogy félek tőle, csak most érted, mindent fel kell rakosgatni, meg lusta vagyok. De egyszer kell felrakosgatni minden. Hát jó van, de mi van, ha mégse, tudod? Mi van, hogyha valamit elbasztom, vagy valami tönkre megy, vagy és akkor most megint fel kell rakosgatni egy hét múlva. Á, dehogy. Tudom, leimidzselhetném nyilván, ilyen megoldás is van, persze. Egyébként meg igen. Szia Zoli, egyébként köszi, nem vagyok jobban sajnos, majd hogyha visszanézed ezt a videónak az első felét, akkor látni fogod, hogy 2 másodpercenként meghalok, úgyhogy... Nem, amúgy azért jobban van. Én örülök, hogy így is bevállalta. Én igazából annyit mondogatta Alex a Fedorát, hogy lehetséges, hogy jó, most az a baj, hogy lelőtted a poénomat, mert az első ilyen videóm, az első egy hét vagy egy hónap, még nem döntöttem el, hogy egy hét vagy egy hónap legyen, az Fedora lesz. Na, mondom, már is írta azonnal. Hát jó, mindegy, de érted, tehát ez nekem ez egy hosszú távú projekt, neked meg egy rövid távú. Ami meg a játék streameket illeti, jövőre ilyenek, most már tényleg valószínűleg sor fog kerülni a GTA 4-re, illetve GTA 5-re. Hát remélhetőleg a GTA 4 menni fog Protonnal, nem tudjuk, hogy hova fog még fejlődni a Proton. Remélhetőleg, hogy... Nagyon csönd most a 16-os után. Hát a 16-5 jött ki egy-két héttel ezelőtt. Azt nem tudom, tesztelte, használta, de... hát 16-5-tel ment már nekem az egyik Age of Streamen, de hát az eddig is ment. A Doom-ot be kell fejezni, ez tény. Vár ez az én restanciám. Lefordett 2-t beszéltünk Klupival, csak ez egy olyan téma, amihez kell 4 fix ember, aki mindig eljön, mint a Lakakanya, retrosek, easter egg, elrejtve. Mindegy, igen, és más játékok, nyilván Tomb Raider-ezni is kellene. Hát mindegy, nem számít. Ez jó, most a Rise az nekem is egy kicsit félben maradt sajnos, Rise of the Tomb Raider, mert... itt egyéb irányú elfoglaltságok voltak, amíg beteg voltam, most nagyon rákaptam a hangos könyvekre, írtam is a könyvajánlóba, Isaac Asimovnak az alapítvány sorozatát kezdtem el hallgatni, és amellé ment orbaszájba az RTS, mert meg a Minecraft ez a kettő, ami így nem kell rá odafigyelni, mert az RTS-re is csak mész, gurúz, Minecraft-nál meg mész, az tűz, mint a hülye, így ennyi a dolgod, és közben tudja az agyat feldolgozni a könyvet, amit hallgatsz. Úgyhogy igen. Jövőre Kotor Klubi abszolút, amint lesz internetem. Abba pillanatban nem osszátok meg a Kotort. Én nem, tényleg tök örülök neki, hogy te ezt megcsinálod, mert ha nem te csinálod, nekem kéne, de én nem feltétlenül akarom. De ha a Kotor 1-2-t te lestreamelnéd, én lennék a legboldogabb ember a világon, és ott obzódnék, az biztos a streamekbe végig. Meg minden, valahogy összebeszélni. Az van, hogy a Kotor sztori alapú, és hát olyan, mint a Witcher, csak Star Wars, na, meg jobb.
lehet. Azért a BioWare olyan sztorit írt, a BioWare azért olyan sztorit írt a Kotor 1-hez is, 2-höz is, hogy besap. Értem én, a vice 3 és sem rossz, csak elalszotok rajta. De az én előadásomban alszotok el, hogy ígyetek el, hogyha vice 3 sztoria össze lenne vágva egy olyan ütembe, ami emberi fogyasztása alkalmas, akkor az egy kurva jó sztori lenne, csak elmegy az idő lootolásra, mászkálásra, megyek fel alá, meg ilyesmi. Hát igen, hogyha mondjuk 2,5 óráig virágokat gyűjtögetsz, az tényleg nem annyira izgalmas, ez tény. Hát igen, mert mondjuk az előző streamben rengeteg sztori volt, rengeteg beszélgetés, de vannak olyan streamek, hogy 5 percnyi sztori, a másik meg ki van töltve mindenféle cuccal. Tehát, hogy ja. De amúgy, igen. Én alapvetően nem ilyen játékos vagyok, én megyek a main sztorira, az pá. Ha van egy-két vagy nagyon vicces, vagy nagyon erős mellékküldetés, azt megcsinálom, uh-huh. de én a sztorit csinálom, mert nagyon jó a main sztoria, kurva jó a main sztoria. Uh-huh. Hát én meg nem tudok elmenni. Az a baj, látom az utakat, látom a lehetőségeket, és nem bírom megállni, hogy ne lépjek rá az elágazásokra. Mint, hogy ja, meg én nem vagyok ilyen maximalista, de akkor is kell a kitaszított, lehúzott király kardjának a kabátjának, a fülének, a sapkájára az a kis bolyt, amit csak 600 óra mellé küldetésre tudok megcsinálni, és nem jó. Nem. Semmire. Annyira maximalista, én sem, hogy higgyétek, a Witcher 3-at ki akarná maxolni streambe, akkor egy hülye lennék. Nem lehet kimaxolni. Hát az nem úgy megy. Az nem úgy megy. Tehát, úgyhogy ja, lesz internet, hogyha a bácsi jön, hozza 7-én a internetet, amin ma nem lett meg, akkor ja, lesz Kotor. De hogy ne lenne helyes, Kotor. Helyes, nagyon jó. A Kotor, sőt, befejezzük a Jedi Akadémit is, tudom, mert azzal is lógok. Az én befejezzem. Most azon gondolkodom, hogy befejezzem a hegemóniát, hogy kezdjem kompletten újra. Lehet, hogy egy teljes napot rászállnak, és egy nap hegemónia. Király. Annyira kurva jó. Azt nyomasd, baszki, ez kurva jó lenne. Jó minőségben minden. Én itt kukoricáznék egész nap. Az rohadt jó lenne. És egyébként az a így a über nagy releváció, és aki most nincs itt, az nem fogja tudni. A jövőre, ha lesz internet, akkor igen, sűríteni fogom a streameket is, mondjuk így hétvégente. Adjátok tovább. Tehát, hogy az is tudja, aki nincs itt. Na most ezzel az a baj, hogy, lesz, ez király lesz. Hogy minden harmadik hétvégén biztos, hogy nem lesz stream, mert úgy dolgozok. Mert valamikor, és valamikor vagy szombaton lesz, vagy vasárnap, tehát sose lesz ugyanakkor, nem. De ebbe is meg lehet ismerni a rendszert egy idő után, aki rendszeresen követ, már pedig biztos vagyok benne, hogy lennének olyanok, akik rendszeresen követnek. Ők ezt meg fogják tanulni, amúgy meg be lehet nyomni az értesítéseket a eventekről, és akkor már is tudni. Az MMO-ra gondolsz, Klubi Old Republic-ra? Nem tudom, az MMO az nem annyira stream barát, nem? Vagy hát nem tudom. Egy MMO... Én nem szeretek nem... MMO-zni az a helyzet. Én szeretnék, én EVE Online-oztam is. Aha, arra gondoltam. Egy-két fan stream lehet belőle, Klubi, simán, hogyha esetleg van még valakinek kedve, 3-4-en összeállunk, ott szétszíteljük magunkat, mert hát nyilván a Jedi oldal az búz is. Úgyhogy széjjel vágunk mindenkit. De ja, az, ahogy Nekru is mondja, effektív időgyilkos, tehát ja. Igen, nem feltétlen stream barát tartalom. Igen, világos. Na mindegy, eszembe jutott még valami, kicsit, hogy visszatérjünk rám. Ja, tudom, mit akartam, amit mindenképp meg akarok csinálni az évnek a nagyon elején, az egyik a Master Levels of Doom 2, azt kurvára meg akarom csinálni, meg ugye most a 25 éves Doom évforduló tiszteletére Romeroék kiadnak pár, azt hiszem 9 vagy 10 vagy 11, nem tudom, lényeg, hogy ilyen nem olyan nagyon sok új pályákat vadfáként majd be lehet tenni GZ Doom-ba. Vagy 30, 20... valami ilyesmi? Nem, valami 9-10-re emlékszem. Na mindegy. Na erre most már rákeresek. De a 20-ra vagy 30-ra emlékszem. Annál jobb, mert ezt a 25 éves évfordulós Doom pályákat is meg szeretném csinálni streambe. Iszonyat hype vagyok miatt, mert nekem nagyon tetszett, kurvára tetszett a klasszik Doom. Az kell. Megvan. Az nekem kell. John Romero, igen, 18 új level. 18. Akkor egyikünk se talált, beátlagoltuk. Jó a 18. Azt, ez 18? Remek. A 25 éves Doomhoz, yes. Amúgy közben itt rengeteg csetet olvasgatok, nem azért nem válaszolok, csak mert nem akarom megtörni a stream menetét, vagy mindenre válaszolgatok. Bocsi.
De azért az 500 óra, az kemény. Jerry. Na mindegy. Igen, igen, Slovi jávás verzió abszolút, ugye itt Linuxon csak az fut, tehát itt a Windowsos Minecraft az nem. Én kicsikét bízom abban, hogy egyszer csak majd lehet jól használni Androidot, és menni fog az androidos Minecraft. Linuxon nekem az szervigyileg kéne. Hmm. Ami azt illeti. Hát jávással is tolhatjuk. De azt majd meg kell venni. Az androidos meg már megvan. Igen, és az a baj, hogy ráadásul rohadt módon drága, tehát 23. Drága, millió. Drága, baszki. És nem tudom, hogy ezzel miért nem kezdenek valamit amúgy. Nem tudom, hogy most maguknak csinálnak a konkurenciát, és kibasznak magukkal, vagy nekik így éri meg, hogy amikor megvette a Microsoft a Mojangot, hogy miért nem szüntette meg az egyik ágat. Mert érted, most, hogyha nem lenne ott a jávás verzió, akkor nem fájna rá fogunk, tudod? Igen. Vagy akkor elengednénk. De így, hogy ott van, így... És hogy nem cross-platform, igen, legalább akkor azt csinálták volna meg, hogy cross-platform legyen. Igen, és én is reméltem, hogy most egy picit karácsonyra olcsóbb lesz, és nem. Egyébként rohadtul nem. Micsoda, PUBG? Kire gondolsz, Lovi, ugye nem a Z betűvel kezdődik, és Olival végződik. Zoli, nem, hú, ez rosszul jött ki, bocs, Oli, arra gondolj, és bocs, téged, tőled is, Zoli. Na de hogy... Közepesen ismert youtuber. Nem hiszem, hogy... Van! Nem hiszem, hogy rólad van szó, közepesen ismert youtuber cím szó alatt, vagy rólad lenne? Nem, azt mondja, rólad van szó. Írjam. Van ez így, Zoli világhírnévre tör, vagy mi a fene? Igen. Ja, és na mindegy, úgyhogy lesznek itt újdonságok, lesz stream, lesz új típusú videó, vagy a pont, hogy most, hogy Cromwell megjött egyébként, szia, ő mondta, hogy ő nagyon szeretné például a Manjaro gnómos verzióját kitapasztalni, kinézni, úgyhogy lesz majd olyan is. Simán. Légyen. Ezekben az új típusú videókban. Úgy is olyan régen gnómoztam, és már úgy hiányzik. Ja nem, egyébként tényleg nem. Hát, de lesznek olyan objektív felmérések is közben, hogy játék, FPS, amit mondjuk pont te mondtál benne, hogy ilyeneket nézzünk össze. Amúgy igen, ezek hiányoznak amúgy mindegyikünktől, de ugye a közösség legtöbb tagjától van egy-kettő srác, most hát nem tudom, Falatka, te csináltál olyan videót, ami össze, ilyen teljesítmény összehasonlítós, hogy valaki csinált közülünk, de nem nagyon tolta. Béna farkas, bocs, akkor összekevertem. Na, amúgy ez tök jó, de ezt is lehetne egy olyan ehetőbb formába, mert persze teljesen tárgyilagos, hogy oda van téve egymás mellé a két videó, és semmi, akkor lemegy. Felesleg semmi, kommentár, Windows, Linux. Lehet ez így is, de mi nem olyan videósok vagyunk, akik semmi felesleget és semmi kommentárt nem tesznek bele, tehát ezt egy kicsit lehetne köríteni, hogy ilyen elmondani, hogy milyen csomagok vannak fenn, stb. Tehát még egy kicsit több információt adni a környezetről, mert az, hogy fut két videó egymás mellett, egyiken ennyi FPS mutat, másikon meg annyit, ez szerintem még egy kicsit kevés lehet, mert Linuxból sem mindegy, hogy miért raksz fel, ezt is tudjuk, hogy most hogyan kompozitál, stb. És olyan dolgok, amit egy átlag felhasználó nem is kell foglalkozni, hogy most kompiz, vagy nem kompiz, meg mit tudjam én. De ja, na mindegy, szóval ebbe az irányba is el lehetne menni. Ja, és amit kifelejtettem, hogy ami még jövőre lesz, ezt már behypoltam kicsit, hogy szeretik összerakni a streamer gépet, és most megy a kavarás vele, de az a lényeg, hogy szerzem össze az alkatrészeket, így innen-onnan-amonnan, egy viszonylag középkategóriás, de aránylag régi gépről van szó, ami, ha minden igaz, meg fogja tudni oldani a dolgát, de nem ez a lényeg, hanem, hogy januárban szeretném, 12-én szeretnék ezt streambe összerakni, és feltelepíteni Linux-szal, ez egy ilyen egész napos stream lenne, gépeket szerelnénk, és Linux-okat telepítenénk, ami szerintem egész jó content úgy effektíve. És azon gondolkodtam ezt összevágni, mármint, hogy YouTube-ra is vágott formába kirakni, mert szerintem ez még hasznosabb lehet. Tényleg kicsikét úgy edukációs jelleggel is menne, ott a gépszerelés, hogy most ezt csavarozod, ezt ide rakod, ezt oda, kicsikét így, akik annyira nem nagyon mernek hozzányúlni a saját számítógépükhoz otthon, azoknak is hát, ha valami információ morzsát nyújthat, de Linux telepítés, meg megmutatunk eleget. Alapvetően igen, megdivatos, meg minden, meg kell hype-olni ezt, vagy meg kell szörfölni ezt a hullámot. Meg kell hullámolni a szörföt. Meg?
Na mindegy, egy ja. Ennyi. Úgyhogy lesztek azért jövőre is tartalmak mindig, tehát ez, ahogy tavaly is egyébként ugyanígy zártam le retrospektív videót, hogy ötletek vannak, mert ötletek mindig vannak, temérdek ötlet van a fejünkben mind a kettőnknek, csak hát idő. Még mindig pénzből és bérből érő bérrabszolgák vagyunk mind a ketten sajnos, igen. És nem tudjuk ezt főállásban csinálni, de higgyétek el, teljesen, ha nincsen valamiért tartalom, akkor az azért van, hogy vagy nincsen rá időnk, vagy pénzt kell keresni, vagy most például én, hogy ezt beszoptam, ezt a vírust, most már 3 hete is meghalok tőle, ilyen sajnosan előfordul, de attól függetlenül rengeteg tartalom lesz jövőre, és új tartalmak is. Igen. Úgyhogy tök jó, hogy itt vagytok, köszönjük, sőt, nem sokára meg lesz a 2000 nálam YouTube-on, 2000 szubszat, ami azt a kurva. Emlékszem még, amikor csináltam az ilyen 400-as videót, meg az ilyeneket. Mondjuk azt őszintén, szóval nem is tudom, miért csináltad a 400-as videót. Hát azért, mert most figyelj, 400 ember, 400 liruxos ember. Értem. De én is elértem már amúgy a 400-ot a csatornámon, nem vagyok rá most úgy, tehát hogy mit csináljak? Én tényleg arra számítottam, hogy lesz ilyen 10-20 ilyen fanatikus, hogy így hülye gyerek, beszélj valamit, nyomorult, vagy beszéljél magadnak. Ha lesz 50 ember, mondtam így magamban, az elején már, van 50 embernek elkavérnyászok valamit, aztán jó lesz. És így beömlött így a 400, és így Hát ez az a szám, Zoli, amit már nem lehet parlagon hagyni. Te elérted a 2000-et, már nem maradhat, tehát ez már nem lehet, szerintem ez már az a pont, ahonnan csak úgy nem fordul meg az emberre, nem mondja azt, hogy baszki, mégse érte meg. Most már az a kategória, amikor már úgy érzed, hogy megérte a ráfordított idő, és úgy érzed, hogy ez lehet sokkal jobb is, hogyha csinálod tovább. Igen, ezt... én már 2000, már vagy 1000-nél is úgy éreztem. Persze, alapvetően igen, persze. Úgyhogy igen, úgyhogy a 2000 az wow, az, még nem értem el, de ha meg lesz 2000-es videó, viszont a 2000 után 5000 lesz a következő, onnantól meg 100 000. Nem jó. Ezért is a realitások talaján mozgok. Ami még újdonság van, és én is elfelejtettem, hogy beregisztráltam a linuxmind.hu domain, srácok. Ami király. Csak egyet jelenthet, hogy lesz linuxmind.hu weboldal. És hogy mi lesz rajta? Én tudom, hát néka pornó, hülye, mi lenne? Néka pingvin pornó! Rozmáros pingvines, igen? Igen. Nagyon-nagyon sokan kérdeztétek már, hogy mely nincsen weboldal. Linuxmind.hu mely nincsen. Én nagyon sok dolgot csináltam már ezelőtt, srácok. Volt több weboldalam is. Más témakörökben. És mindig babonás vagyok. Nem olyan szinten babonás, hogy kéményseprő, meg fekete macska, hanem vannak bizonyos ómenek, amik így jelek. Mindig akkor dőlt be az a valami, amikor elindult a weblapja, amit csináltam. Tehát egy évig tök jól működött, hibátlan volt, fasza volt, lett weblap, így 2 hónap után sűjjesztő. Másik téma, másik weblap, másik teljesen másik ág, faszán ment, működött, 1 évig, 2 évig, jött a weblap, ezért nem volt eddig weblap. Elméletileg ez pont fordítva kéne legyen, de az a helyzet, hogy a Pingvin Pit még nem dőlt be, bár a weboldal sem indult még el, ez igaz. Ami jövőre, amit kicsikét tényleg kézbe akarunk venni, tudom, hogy idénre ígértük, és nagy hanggal hangoztattuk, hogy Pingvin Pit pont nagyon jó kis közösség, jó oldal lesz, megcsináljuk, meglátjátok, kurva jó lesz, és nem lett. De tudjátok, hogy ember tervez, Isten végez, demagóg, de nem volt erőnk és energiánk, és de jó lesz, és pénzünk, ha elkészül, jó lesz. És pénzünk foglalkozni vele. De csak ennyit tudok rá mondani, nincs más hozzáfűzni való, nem jött össze annyit foglalkozni vele, amennyit kellett, vagy amennyit szerettünk volna. De nyilván, ami késik, nem múlik, és egyáltalán nincsenek feladva a tervek, nincsenek feladva az ötletek, minden, amit kitaláltunk, még ma is úgy gondoljuk, hogy helyén való, helytálló kitalációk, és nagyon jó kis weboldal lesz az elképzeléseinkben. Elképzeléseink szerint. És amúgy a stradus.hu is le van foglalva, hát még nem tudom, mi lesz, csak lefoglaltam, hogy nem más tegye.
Vagy döstradus? Azt se tudom most, hogy dö vagy nem dö, de le van az is, csak hogy legyen. Nem mindegy, ez nem számít. Ez annyira nem számít. István, nézd majd meg ennek a streamnek az elejét, nem lesz idén netem. Ott elmagyarázom, miért most nem megyek bele még egyszer, de nem lesz idén már sajnos netem. Szevasz Lázár, bocsánat, hogy meghalok, amikor jössz. Ha már itt vagy, add fel az utolsó kenetet, légy. Nekem Gatter. Az van, hogy igen, tehát ennyi minden lesz, amit tényleg jó lett volna kommunikálni felétek egy retrospektív videóban, de elképtelen vagyok fölvenni, mert nincs. Ne, két tünep közöttre jó lesz, megiszol pár pálinkát, vagy iszol te pálinkát rendesen amúgy? Nem iszol. Egyáltalán nem iszol pálinkát. De annyiszor megbeszéltük, hogy ez a gond, hogy le kell borítani egy kis pálinkát. Öblöges le a torkod. Én boros vagyok, nem iszok pálinkát. A kettő sose zárta ki egymást, a bor meg a pálinka. Nem azért, hanem én amikor pálinkát iszok, akkor én hagyjuk ezt, hogy milyen vagyok, nem iszok pálinkát. Megőrülsz? Vagy mi? Mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül viselkedem úgy, ahogy azt elvárná a társadalom. Értem, jó, oké, lényeg, hogy mondd fel az internetet, nehogy ráindíts a streamre részegen, és úgyis most egyedül laksz otthon, igaz? Nehezítő funkció, mert fölugrik egy megerősítő ablak, hogy biztos, hogy elindítja, és igen, nem. Tehát így nehezített pálya van, tehát a semmiképpen sem. Igen. Nem, erre van már egy dagadságú az interneten, nem kell minden. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon sok minden van, amit kommunikálni akartam felétek, és ez tök jó, hogy tényleg így elmondja, és tényleg most majdnem elfelejtettem a domaint is, meg a weboldalt, és a weboldalt én fogom csinálni, köszönöm szépen mindenkinek, aki már felajánlani nem kell, megcsinálom, értek hozzá WordPress-szel, mert úgy csinálunk weboldalt, nyomás, nem egyenként kóddal írogatjuk kézzel. De hogyha azt akarod, hogy ki akarod írogatni, hogy most így keltem, és utána olyan volt a produktum, arra tökéletes egy WordPress, az egy blogrendszer, WordPress egy blogrendszer. Arra találták ki, használja az ember blogolni. Hogyha blogot akarsz... Meg a báruházrendszer, meg minden. Tehát a WordPress azért jóval több már, mint egy blogrendszer. A WordPress-e webáruházak üzemelnek, nagyon komoly webáruházak. Tudok egy-két dolgot mondani, ami sok mindenre való lenne, és mégse használják, mert nem. Mindegy, ezzel nem fogunk összeveszni, te gondolsz valamit a WordPress-ről, én meg tudom, hogy mi a WordPress, mert nagyon sokat dolgozok vele, úgyhogy... Nincsen gond, a WordPress, és Kaminak tökéletes neked a WordPress, nem kell más. Remek, remek cucc. Ennyi. Igazából nem tudom még, hogy lesz-e regisztráció, meg ilyen hozzászólás, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt két irányú dologra akarom használni, sőt valószínűleg nem, mert kommunikációnak ott van a Discord, tartalomnak ott van a YouTube, a weboldal egy ilyen, inkább csak egy ilyen info oldal. Gondolkodok esetleg egy pici blogban, de ez csak így csikarja az agyamat, hogy egy icipici blogocska, ott elfér. Erre való, tökéletes, nyomasd. Még meglátjuk, hogy néha, hogy leírjam a gondolataimat, csak úgy félek, hogyha néha leírom a gondolataimat, akkor hogy kibukik az igazi Zoli, hogy így... Lehet. Ez ki a faszom, tudod így olvasság, hogy ez egy hülye, unszú. Úgyhogy, lesz weboldal, minden is lesz, nem ígérek időpontot, majd ahogy összerakom. Azokat, amiket kitaláltunk a pingvinpit.hu-ra, azokat nem lehet WordPress-be megcsinálni, ezt nem tudom hangoztatni. Tényleg nem. Meg lehet. Hát ugyanannyi kódírással járna, hát most jó. Vannak hozzá nagyon frankó fizetős pluginok. De arra az, amit kitaláltunk, de nem akarok kompromisszumokat, hogyha kitaláltunk valamit, kitaláltunk egy rendszert. Nincs ezzel gond. Nem a sajátot, hanem de effektíve saját, de az ötleteink sajátok. Nem arról van szó, hogy most saját kód, vagy nem saját kód, hogyha megvannak ezek az ötleteink, amik megvannak, amiket elmondtunk már egy videóban, vagy kettőben is, streamekben. Hogyha ezekből nem akarok lejjebb adni, akkor
egy egész életen át keresgélhetek össze mindenféle modulokat, pluginokat, amiket még bele kell túrni és hegezgetni, meg, mert én azt akarom, amit kitaláltunk, és nem egy kompromisszumos valamit, ami hát olyasmi, amire gondoltunk, de nem pont olyan, úgy működik, de most jó lesz. Ezt akartam megfogalmazni, igen. Ezt nem akarom, hogy... Majdnem olyan, mint, de nem olyan, de az a biztos, amit megírsz kézzel. Teljesen egyért. Én ezt tökéletesen értem. Ja. De rengeteg időt elvisz, ami ez teljesen igaz. És ezért is nem ott tartunk, ahol. De nyilván ez is meg fog valósulni egyszer. Ja. Idén nem. Ha jövőre nem, akkor jövő után, de nem sietünk sehova, mert a Linux az nem fog eltűnni, ti nem fogtok eltűnni, és mi sem. Tehát... Ja. Én tavasszal szeretném elindítani egyébként már ezt a dolgot. Most még a regisztráció folyamatban van, amint viszont az igazolás, hogy akkor Nesze itt van, tiéd, vigyed, akkor majd keresek egy tárhelyet, aztán hozzácsapjuk a domaint, és onnantól kezdve már telepipak semmi nem akadályoz meg abba, hogy fölépítsem az oldalt, aztán akkor jöhettek nézegelődni. Nyomasz. Úgyhogy... Bocs, úgyhogy lesz minden is. Sokat szép lesz kategorizálva a videó, mert az a baj, nagyon sokan kérdezitek, hogy erről nem akarsz videót csinálni, arról nem akarsz videót csinálni, meg mit tudom, de hát már van. Nem találják már meg az emberek, annyi videó van. Igen. Én is pont emiatt gondolkodtam azon, hogy oké, hogy lejátszás listákban van rendezve például YouTube-on pár dolog, de osztalt nem néz lejátszási listákat, hogy na most megnézem ennek a videósnak milyen lejátszási listái vannak, ilyen nem életszerű, ilyet nem csinál az ember. De hogyha weboldalon össze van gyűjtve, eldobod a linket, hogy itt nézd meg, ha megtalálod, akkor ott van, ha nincs, akkor nincs. Tehát én is maximum ilyen jelleggel gondolkodtam egy weboldalon, a Döstratuson. Nem akarok én elszeparálódni különösebben senkitől, csak vagy semmitől, csak ott összegyűjteni pár olyan dolgot, amit gyakrabban megkérdeztek, akár tőlem, akár Zolitól, vagy úgy általában megkérdeztek rólunk, és azokat csak úgy leírni. Az sem baj, hogyha ismételjük egymást, Zoli, te is leírod ugyanazt, amit én, mert ugyanazt gondoljuk a közösség működéséről. Lehet gyík, egy akármi, persze, kirakom a gyíkomat, aztán olvasgathatjátok. Jó, ezt nem lehetünk kihagyni. Hát nem tudom, azért ki lehetett volna. Aranyos, hogy Alex, köszönöm szépen, figyelj, de nem, tényleg nem, teljesen független akarok lenni. Tehát, tényleg jó fej vagy, köszönöm szépen. Hát. Igen, amúgy tényleg nem csak tőled kapunk, de mindenkitől kapunk felajánlásokat, hogy ő tudná hoztani, ő meg tudná segíteni, én tudok programozni. Föltöltik, adnak mindent, de nem, tényleg nem. Ezt én is szeretem saját kézben tartani, úgy, hogy. Igen, ez az, amihez én is ragaszkodom, hogy független legyen, igen. Ja. És igen, szóval csomó mindent tervezek, és ezeket mind neked is szponzor biztosítja. Szponzor? Nem csak egy Coca-Cola. Kirakám így Alex arcát a weboldalra, hogy pej, szponzor, Alex. Vagy mi a AX Clan hosting izé, tehát azt, ami Alexnak van még. AXservers.com. AXservers, így van. Csak hogy be kellett mondani a szponzornak a nevét, most ezt azért tettük. Ingyenes, igen, ATV-s lesz. ATV-s lesz, vagy UV-s lesz, vagy mi volt még a... Mindenki FreeWeb? Valami ilyesmi volt még a harmadik. FreeWeb, azt hiszem, az volt még nagyon, nagyon kőkemény 200 megabajtos tárhelyek. No, kemény dolgok voltak. De hát ez SQL nélkül. Hát igen. De 200 megabajton eleve effektív elfér az ember, az SQL az kell. Miért nekem az első, az olyan volt? De értem én. Hát első, de ez mindenkinek... olyan. UV-s volt, hiszem, egy free UV-s volt, és nagyon menő volt, és akkor állat voltam, hogy ott volt az UV, a sátraboldal van, ne idegesíts! Igen. Hát akkor az igény szint alacsonyabb volt sokkal. Rendes volt, bizonyám, azt, hogy kaptam 50 megabájtot, az első Linuxos, azt én nem is tudjátok, nekem volt már Linuxos megoldanak. Nagyon-nagyon régen. 50 megabájtos aldoménem volt, bizonyám, úgy kaptam, ingyibű. Ja, nem semmi. És az volt az, azt ami... Azt még kézzel írtam. Várjál, HTML. És most mondtad, hogy aminek elkezdődik a weboldala, az azonnal be is dőlt. Tehát ez azonnal be is dőlt.
Nem, nagyon-nagyon vicces, hogy az több mint 4 évig fönn volt. Úgy kellett szólják már a csávó, vagy 5. Úgy kellett szólják már a csávónak, hogy figyú, töröd már azt a picsába, azt az adom, mert egy, nem aktuális már, ami ott van, elavult tartalom. Kettő, én már régen más csinálok. Ja. De az nagyon menő. Hú, de menő volt az. Bizonyám. Á, jó rég volt. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztam már, tehát azért valamennyire képbe vagyok ezekkel a dolgokkal. Kemény. Ja. Jó, jó dolog, hogy képbe vagy ezekkel. Hasznos. Ja. Tudom, hogy kihallatszódik a hangomban. Ez. Nem ma kezdtem a szakmát. Nem. Amúgy, de viccesen fog hangzani, hogy én is akartam már Linuxos weboldalt indítani, még nem is tudom, talán már, hát még technikumban jártam, amikor volt egy borzalmas weboldal neve, amit nem merek bemondani. Tehát már megvolt a domain név, meg minden. És el is kezdtem dizájnolgatni, meg minden, azt nem, hát, ja, az működhetett volna, csak inkább nem csináltam, meg rájöttem, az ember nem ír, meg nem olvas. Mindenki csak szövegel, meg hallgat. Az a baj, hogy a videókat se nézik. Hát... Beletekerget, és utána megkérdez, hogy ez miért nem volt benne a videóban? Benne volt. Igen, ez teljesen tipikus. És így föl tudnék robbanni, hogy öcsém, legalább nézzed végig. Erről se beszéltél, azt nem is láttam, nem pedig benne van. Itt az időkód, tessék, 1:27:42. Igen. És így, De lehet, hogy monoton hangon mondod a mondókád. Hát az a gond. Pedig most már direkt erre is figyelek, hogy dinamikus legyen, gyors, direkt ezért szűkre vágom mindig, hogy ne legyen az, hogy és akkor fölviszem az egeret a bal felső sarokba, mert ebben ettől bealszik tényleg mindenki. Igen. Direkt ezért vágom szűkre mindig, hogy pattogós legyen, ritmusos, gyors, föntartsa az érdeklődést. Ezek a jó kis 40 perces videók, ezekre szükség van amúgy. Nem tudok 15 percben elmondani, vagy 10 percben azt, amit 40 percben lehet csak elmondani. Értem, és azok a 40 perces videók egyébként általában 2 óra nyers anyagok. Csak 40 percre vannak vágva. Értem én. Az Antergosztos videóban is tudom, mennyi mindent kihagytam. És úgy voltam, hogy de ezt már el lehetne mondani egy másik videóban is, más témával kapcsolatban, és akkor inkább kihagyom. Tehát nem baj, hogyha nincs benne mindig minden, hanem inkább egy szorosabb spektrumú témát fogjon közre, és a kicsapongásokat próbáltam lecsökkenteni az Antergosztos videónál, és szerintem úgy nagyjából sikerült. Azért csak 15 perc. Ugye gyakorlatilag egy éves Antergosztomat meséltem el, 15 percben szerintem nem lett olyan nagyon rossz ahhoz képest. Nem egészen jól össze lett vágva. Ha? Hát esetleg ott van Cromwell, azt mondja, még rövid is. De 40 perces videó azért az konkrétan elvisz egy napot. A felvétel, a vágás, a föltöltés, hát, az utómunka. Igen, és tök jó amúgy ilyen szempontból irigyellek azért egy kicsit, mert mindig mondod, hogy milyen rossz neked, ami effektíve tényleg biztos, hogy kurva szar, mert nagyon rossz a bioritmusnak, hogy az ember 24-48-ig nyomatja neki, mint az állat. Köszi szépen a hostot, Robert. De irigyellek abból a szempontból, hogy mikor hazaérsz 24 órából fáradtan, alszol egy kicsit, persze nem tudod kipihenni magad egy alvással a 24 óra után, de mégis ott van az alvásokat lesz, két alvás leszámítva 48 órád, amiben lehetséges, hogyha nem zavar meg téged senki, 2 nagy sessionöd van mondjuk videót felvenni. Nekem ezzel az a problémám, nekem azért nem nincsen ez, mert nekem vannak ilyen 2 órás kis időkeretek, vagy 2x1 órás időkeretek egy napon belül, amit tudok vele foglalkozni, és mire belelendülök, és elkezdek gondolkodni, hogy mit, hogyan kéne, addigra már rájövök, hogy hát már nem is állok neki felvenni, mert már mindjárt streamelek, hogy már késő van, és azért haladok én, nekem, amikor elkezdtem az Antergosztos videót csinálni, másodika volt, és 3 hét múlva lett online, és mindig ilyen piciket foglalkoztam vele, és mind loptam az időket innen-onnan, hogy tudjam csinálni. Ez egy szar. Igen, egyébként teljesen értem. Tehát a 24-48 órás munkabeosztásnak, tehát ha alapjában veszünk egy videót, akkor az egy hét. Konkrétan egy videó, egy hét. Az azt jelenti, hogy egy nap, egy 24 óra, amíg elkészül a script, mert annyi kell,
mert én nem vagyok olyan, hogy így mondok valamit, aztán az vagy úgy van, nem, annak utána kell járni Wikin, utána kell járni máshol is, mert a Wikin nem mindig teljesen pontos forrás. Úgyhogy szervusz, kedves Ereni. Úgyhogy utána kell járni mindennek. Tehát egy nap, mire összeáll a tartalmi mondani való. Igen. Aztán valamikor átolvasom, és ez nem is kell belőle, és kihúzok belőle dolgokat. A lektorálás egy nap, muszáj. Igen, saját magam azt nem bírálom, hogy ez egy fasság, miért akarok erről beszélni. Igen. Egy nap a felvétel, az már három nap. Egy nap a, hát, hogyha szerencsés a dolog is, meg tudom csinálni egy nap a felvételt, az utómunkát, a vágást, akkor az benne van egy napban, de van, amikor ez három nap, mert egyszerűen az agyom az nincs ott. Úgyhogy, ja, egy videó van, hogy egy hét, srácok. Ja. És akkor kijön egy ilyen 40 perces nagy videó. Azért is van az, hogy eredetileg úgy terveztem, hogy heti egy videó belefér tökre az időmbe. Aztán így rájöttem, hogy ezek orva sok munka van. Csak baszki, és így akkor azt mondtam, hogy így havi kettő, amit így bele tudok tenni, de az olyan, hogy abba bele van téve. Igen, minél jobban próbálja az ember felemelni a lécet, annál több időt vesz igénybe, mert próbál magával szemben is igényes maradni az ember. És igazából azon gondolkodtam, hogy nem is baj, hogy effektíve nem haladunk olyan nagyon-nagyon gyorsan, mert nem lehet egyből jót csinálni. És neked, tehát neked sem olyan az első, neked sem volt olyan az első öt videód, mint mondjuk az utolsó öt, és nekem sem volt az első kettő-három olyan, mint mondjuk az utolsó kettő. Leső tizet fölgyújtanám legszívesebben még most is. Hát ez a helyzet, és hogyha elsőre olyat csinálnál, ami még most is tetszik, akkor nem lenne hova fejlődni, és nem látnád, hogy hol kell fejlődni. Így viszont látod. És ezek kellenek. Van egy szép íve a dolognak. Aha. Ez kell, mindenki. Így van. Úgyhogy ezért is találtam ki azokat a dolgokat, hogy mivel kéne foglalkozni jövőre, és ez lesz. Meg hát sokan kérdezték, hogy hát miért nincsen facecam, miért nincsen izé, és így erre ugyanazt tudom válaszolni, mint amit két évvel ezelőtt, és azért az megvan, hogy mindjárt két évesek vagyunk? Na mindegy. Hogy ugyanazt tudom rá válaszolni, mint két évvel ezelőtt, hogy nem relevánsabb attól a mondandóm, hogy azt arccal mondom, vagy arc nélkül. Egyáltalán nem. Ha még rátennék egy facecam layert, akkor még egy óra, amíg fölépítem a zöld hátteret meg a fényeket, és még plusz egy réteg, amit ki kell rendereljek, és meg kell dolgozzam vele a gépem, gyakorlatilag feleslegesen, mert pluszt nem ad a videóhoz, hogy itt van egy kockába a képem. Hát alapvetően igen. Én azért teszem meg ezt néha, bár az utóbbi két videó biztos észrevettétek, hogy már én is keveset, tehát sok helyen nem volt facecamem. Nagyon sokszor eltakartam, vagy fullba bevágtam valamit, vagy voltak olyan részek, hogy sokáig nem is volt. És a bevezetőhöz használtál, meg a témafelvezetőkhöz használtál. Nem, gyakorlatilag igen, de ezt is azért, mert nekem ugye olyan szempontból szerencsés a setupom, van egy teljes szobám erre, és a fények már eleve itt vannak, a háttér már eleve itt van, de le se veszem. Nekem nem kell építkezni, hanem csak megnyomom a gombot, és bekapcsolom a két fényt, és onnantól kezdve lehet venni ezt. Ennyiből szerencsés. Ennél fogva már inkább odarakom a pofázmányomat, mint sem. De hogyha nekem is építkeznem kellene, valószínűleg én se tenném. Sőt, valószínűleg nem is videóznék. Mert valamilyen szinten úgy gondolom, hogy kell, hogyha valaki az arcát adja valamilyen témához, lehetséges, hogy alapfokon bizalomgerjesztőbbnek indul az a dolog. Persze, de hát alapból, hogyha nem akarnám az arcom adni hozzá, most se lennék itt, meg úgy a effektív, persze, ez a műfaj nem létezik. Értem. Hát egyszerűen csak ahhoz a részhez szerintem tökéletesen irreleváns, hogy most kattints ide, most beírod, hogy sudo apt install akármi, ehhez nem kell az arcom. Igen. Úgyhogy meg az, az igazság, hogy ez a kamera, ez a 720p-s amúgy Microsoft kamera. amivel Zoli lát engem, az is Microsoft kamera, amúgy. kivárom. Ez egy Microsoft 720p HD kamera. Nincs ezzel gond, de működik a hardware. Hát most mit mondjanak rá? Van. Tökéletesen látszik, hogy van lag a szám és a hallás között. Tehát így, amit mondok, az... Na. Nem, valami nem fasza. De ez azért van, mert régi, meg mindig van egy kis desink, ezt utána kell húzni, amúgy.
De nem, én erre nem vagyok hajlandó. Na ez az, amire már nem vagyok hajlandó. Szóval, ha meg lenne egy olyan kamerám, egy C922 vagy egy bármi, ezt érted kézzel, ezt nem tudod fölmérni, hanem az, hogy nézed a szádat, és látod, hogy a szád le van maradva ahhoz képest, amit hallasz, és ez tök szar. De amúgy ezt ki lehet küszöbölni tényleg OBS-ben, nem nehéz. Egy pipa. A bufferelés kikapcsolod, már jó. De amúgy, igen, hol van ez? Hát ez az, amit Lázár is keresett. Hát rámész a videóeszköz tulajdonságok, és van egy pufferelés, van egy pufferelés használatú pipa, ezt vissza kell szedni, és akkor nem lesz, ugye időről időre egyre deszünkesebbé válik, mert így nem droppol képkockát a kamera, hogyha be van kapcsolva a pufferelés, így viszont droppol, tehát úgy érzi, hogyha lemaradás lenne, vagy így lehet lemaradás, hogyha a pufferelés be van nyomva. Na, az a lényeg. És azt a puffert ki kell venni. Azt ki kell venni, és akkor nem fog lemaradni a kamera a hanghoz képest. Ja. Így is lehet egy kicsi deszing, de azt is be tudod kézzel korrigálni. Azt jó tudni. Amúgy. Nincslag, Necro, nézd meg a 2007-es, azt nézd meg. Na, ha azt megtalálod, öcsém, szóval nézd meg a 2017-es retrospektív videót, van, nagyon durva lag van, és gondolkodtam is, hogy öcsém, én ezt így kirakjam, mert ez gusztustalan. Hát egyrészt, mert ugye ez van rajta, hát azért, na. De az még hogy ráadásul késik is a hangom a számhoz képest, és így, ajjajjaj. Kurva nagy lag van, nézd meg a 17-es retrospektív videót, megzavarodsz. De azért a neked is... Azért lagolok, Necro, mert még mindig 1 megabit a feltöltésem, és töltöm föl 2-szer a hangot, csak 1-szer el van démítva, töltöm föl 2-szer a hangot, meg 1-szer a videót. Igen, de igen, ez most Hangouts-on keresztül látjuk Zolinak az arcát, a hang meg Discordon keresztül jön, csak hogy ne legyen egyszerű az élet. De amúgy sokat fejlődött a te technikád is olyan szempontból, hogy lett zöld háttered, meg lettek normális fényeid, ami inkább fontos, és ezeket mind nektek köszönhetjük. Én is kiemelném leginkább, amiket sikerült általatok, a ti segítségetekkel megvennem, a két fényernyőt, a keverőt, a mikrofont. Körbenézek, mi? Mi van még itt, ami... Azt a 20 forintos tollat a kezedbe. Igen. Ja, bocs, leteszem. Jó, mindegy, de szóval ilyen dolgokat... Nem akarok nevekkel dobálózni, mert annak úgy nincs talán jelentősége, de tényleg én is köszönöm ezt. Ne, és mindenki, srácok, tényleg, tehát mondom, a Patreonosok is, illetve a PayPalon, akik egyszeri donációt adnak. Sőt, az olyan arcok is, mint például Falatka, aki játékokat ad, és köszi szépen, Falatka, kurva nagy arc vagy te is. Az Everspace-szel halálra nyomtam magam, és zseniális játék. Vagytok csomóan, és nagyon szépen köszönjük, hogy én is a zöld hátteremet, a fényeimet, mindent ti vettetek nekem, úgyhogy köszönöm szépen. és mondom, tehát én mással nem tudom visszaadni, csak azzal, hogy mindig próbálok új tartalmakat csinálni, új jellegű tartalmakat, hogy ne legyen unalmas. Ja, meg ami nagyon fontos, a 1070-et is köszönöm valakinek. Mert az, baszki, egy 1070-et azért az ember nem vesz csak úgy magának, mert a mai világban kevesen engedhetik meg maguknak. Ja. És ezt is nektek köszönhetem effektíve. És nem az anyagi támogatás részeként, hanem ez fizikális jellegű. A 1070 elég fizikális, igen, de mert az egy nem úgy, ekkora. Nem úgy, hanem, hogy nem, tehát, hogy nem úgy van, hogy itt nesz a pénz, hanem költsd el, hanem hogy mikor odaállít az ember eléd egy 1070-nel a kezébe, hogy tessék, itt a 1070, használd. És akkor én meg így, micsoda? Mint hogy én? Na mindegy. Jó, de hát ez, hagyjál már. Ilyen emberek vannak, és ez tök jó, és ez tényleg annyira jó, hogy vannak még ilyen emberek a világon. Nem azért, hanem azért, mert egyszerűen tényleg, hogy adni jó, és azért, hogy tessék, itt van, csinálj minőségi tartalmat. És azóta egyébként Falatka tényleg nem volt Everspace stream, és azért direkt azért nem volt Everspace stream, baszki, mert az 1 megabites internetemen így széjjel folyna, és egy nagy rakás pixelhalmot látnátok. Na de, ha lesz normális internetem, olyan Everspace streamek lesznek, hogy megzavarodtok.
Helyes, helyes, helyes. Én amúgy Falatka neked, én meg az Oxygen Not Included-ot, hát köszönöm is, kaptam meg valamilyen szinten átkozlak miatta, mert elvitte 50 órámat úgy, hogy észre se vettem, és annyi mindent csináltam volna abban az 50 órában, volt, hogy dolgozni akartam menni, de leültem reggel oxigenezni, és végül is nem mentem be. Tehát volt ilyen, baszki. Úgyhogy azért igen, ez elég gáz. Igen, Atlasz, az egy roguelike játék. Csak én ilyen skifi buzi, meg űrbuzi vagyok, tehát én azért is, én minden, ami űr, meg skifi, meg űrhajó, meg laser, adjad ide. Igen. Az nálam ilyen, úgyhogy, ja. Úgyhogy igazából mindenkinek mindent tényleg csak nagyon köszönünk, és hogy itt vagytok, és hogy itt lesztek jövőre, mert biztos vagyok benne, hogy jövőre is itt fogtok csüngni, amit tök jó, és tényleg nem tudjuk máshogy viszonyozni, úgy persze, hülye gyerek. Na, ez már gyógyszer, meg a sör. Hogy tényleg... Nem, eleget. Nem baj. De én is szoktam streamedet, vagy mi? Nem csak viccelek. Elite Dangerous, gondolkoztam, hogy legyen-e, próbáltam DXVK-val. Működik, ilyen amúgy faszal. Néztem belőle streamet is, gaming-ban csak nyomták. Én nekem abba, azért nem akarom újra megvenni, mert volt egy akontom, eladtam. Azért nem akarom újra megvenni, mert abba így instant benne volt 270 órám. Nem merem újra megvenni. És akkor ment bele 270 órám, amikor még a targoidok nem voltak, ezek a fejlesztés, meg a bolygón való kapirgálás nem voltak. Éppen kijöttek a roverek, meg a bolygóra leszállása 2.0. Akkor adtam el. Úristen, hogy én abban mi időt belevertem, gyerekek. Úgyhogy nem merem újra megvenni, mert ha én azt megveszem, akkor itt nem lesz más, nem? Videó, Linuxos, felejtsétek el, egész nap elég. Hát bakker, ja, bakker. Ez a... De ha már játék, srácok, azt nem tudom, hallottátok-e, a Dirt 4 jön, bedobtam chatbe nektek, a Dirt 4 jön natívan Linuxra. Nyomom azonnal, mutatom. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, én a sima Dirt Rally, ami kijött, ami az új cucc, van bolygóra leszállás, hogy ne lenne, persze. Hagyjuk az elitet, mert megzavarodok bele. Szóval nem tudom, hogy vagytok a sima Dirt Rally-val, ami kijött nem olyan régen, ugye 2 éve vagy 3, Én abba vertem bele 60-70 órát, mert egyszerűen olyan szinten brutálisan jó, hogy megzavarodsz. És ez annak a folytatása. Nem is láttam még ezt a videót. Azt mondták, hogy egy picit visszavettek a realitásból, mert az olyan szinten realisztikus lett a sima Dirt Rally, és egyébként kurva nehéz, tényleg bazi nehéz irányítani. A billentyűvel neki sálljál, mert esélytelen vagy. Dehogyis. Gamepad, kormánypedál. Elismerem, hogy autós játékot jó lehet gamepaddel, azt az egyet elismerem. Teljesen esélytelen vagy billentyűvel, mert én is billentyűs autós játékos voltam mindig is. És így megvettem, és így törtem, zúztam faltól falig, fától fáig, ároktól árokig, és így ez egy szar, visszaklémelem, vagy... Kipróbálom gamepaddal, és így egyből az úton maradok. De jó. Bázzek, miket driftelek, vajon az a játék, és így 50 óra. Ja, és jön a 4. Most azt mondják, hogy ebből egy kicsit visszavettek, egy picit árkádosabb lett, viszont sokkal több benne a lehetőség is. Nem baj. Egy kicsit belefér. Én sajnos meg fogom venni az egészen biztosan. Nem sajnáljuk. Majd azt is streamelhetek, de minden nekem nem is nagyon vannak meg a Dirt játék. A Dirt, nem tudom. A Showdown szerintem, mert az a Showdown van meg. Volt. Igen, de azt promókódba kaptam még nagyon régen, a Showdown-t. Még amikor viszonylag ja. Úgynak számított. Ja, úgyhogy akit érdekel a rally, mert én például a rallyt is nagyon szeretem, én autó. Ez ilyen pályaversenyeket nem annyira, inkább a rally, a fröcsköl, koszol, saral, kaprata, motorra, meg ilyennek. Ilyen piszkos fiú vagy, te jó. Én nagyon mucskos vagyok. Na mindegy. Úgyhogy akit érdekel ez a fajta játék, kövesse nyomon a Ferrát, mert nyilván ki fogja elhozni nekünk, hanem a Ferrál. Igen. Mindenképp. Van még valaki, aki olyan nyomós munkássága van, mint a Ferrálnak amúgy? Mármint, hogy a gaming piacon. A Clay.
Jó, de tehát az az ő játékuk, viszont a Ferrari nem van. Ja, tehát ők natívba csinálják. Ők, igen. Persze, de hogy... Portolók nem? Ilyen portolók gyakorlatilag, igen, akik más kiadóknak a cuccát. Én a Ferrari-ról tudok egyedül, hogy ők, akik ezzel foglalkoznak, hogy ők ilyet portolnak keményen. Piacirés. Ja. Bele kell szállni az internetbe. A piaci rés, azt ismerjük, a piaci rést. Most milyen vagy? Most beszéltem csak. Igen? Nem az, hogy csak én... Mi? Nem, mi? Mindegy, menjünk tovább. Ne, mi van? Én nem tudom, te miről beszélsz. Miről beszélek? Te miről beszélsz? Én csak annyit mondom, ki piaci... beszél? Nem, csak annyit, hogy a piaci rés, nem kellett volna belemenni, és csak... A piaci részbe? Nem kellett volna belemenni a piaci részbe, ez most nem az a csatorna. Hú, gyerekek, ez egyre bonyolultam, és még tényleg nem is ittunk semmit. Nem, én elvesztettem a fonalat. Jó, mindegy, akarunk még beszélni a Dirt 4-ről, vagy hagyjuk a piaci részeket? Nem, Dirt 4, le, srácok, aki akar rallizni, csapassátok. Dirt 4 kurva jó, a sima Dirt is kurva jó, játszatok vele sokat. Jó. Yes, úgyhogy jött egy e-mailem. Gyorsan nézzük, válaszol is rá. Addig jól semmit válaszol, csak hogy nekem ne kelljen beszélnem. Most már nézegeti, most kapta meg a gázszámlát. Díjneten már becsappant a értesítő. Nem, már ki van fizetve. Akkor a net. Az új net. Tényleg, akkor hogy van, amikor új bekötés van? Lemondták a Pornhub előfizetésedet. Azt a kurva, ez a nagy probléma lesz. Hogy... Úgy indul a levél, figyelj! Kedves Mészáros Zoltán, tájékoztatjuk, hogy pénzmosás. Mi? Baszki, de hát ez probléma. Jó, nem én voltam. Streambe be kell vallani ezeket a dolgokat. És így tiszta átlátható az ember. Be kell menjek a bankba, hogy lemásolják az irataimat. Tök jó. Vagy ja, vágom, ez a ilyen pénzmosás megelőzési intézkedések vannak, és baszki, az agyamra mentek. Nem kellett bemennem nekem, hanem felhívtam a bankot valamilyen oknál fogva. Viszont valamit le akartam mondani, SMS értesítéseket, mert a telefonos applikáció pushnövezetekkel úgyis nyomja. És mindegy, lényeg, hogy fizetős az SMS, amire először azt mondták, hogy ingyenes lesz. Mindegy, nem számít, le akartam mondani. És akkor így feljön az ügyfélszolgálatot, hogy hát ezt szeretném. És akkor jól előtte feltennék pár kérdést. Hát persze, tegyen csak. És akkor elkezdtem, hogy a pénzmosás megelőzés, ízé, meg hogy is éljek. Hát jó, tegyen csak fel a kérdéseket. És olyan kérdéseket tett fel, amikre alig tudtam válaszolni egy először, hogy van-e még, amúgy van, mert ugye párommal együtt használjuk a számlánkat, együtt is, de nem voltam benne biztos, hogy neki is van-e olyan joga, mint ilyen, tehát ilyen, nem tudom, minek hívek, ilyen kezelési jog. Mindegy, nem az a lényeg, hanem az, hogy van-e még valakinek. De nem azt kérdezi, hogy hívják annak, aki van, hanem hogy van-e még valakinek hozzáférés az ön számlájához, meg hogy... Van, akinek mosom a pénzét. Ahogy értem, hogy nem, hanem hogy... És akkor annak az adatai, meg olyan személyes adatok, amiket úgy tudok csak kinézni, hogy akkor álljunk, meg akkor előszedem a papírjaimért, és akkor bemondom. Meg olyan furcsa kérdéseket tettek fel, nem jut eszembe az a baj példa, mert most már lefáradtam én is. De olyan furcsa kérdéseket tesztek fel, amiket egy elgondolkodsz, hogy ha erre most rosszul válaszolok, akkor pénzt mosok. Igen. Nem az a baj, hanem az, hogy jön a... Jó napot kívánok, nemzetérdő és vámhivatal. Igen, de csak azért, mert rosszul válaszoltál egy kérdésre. Nem tudom, hogy valószínűleg annyira nem sarkos. Na, hogy is volt akkor ezzel a bankszámlával, kedves uram? Nem akarom. Nem, az a baj, hogy itt olyanokat írnak, hogy lemásolnák a személyimet, lakcímkártyámat. Ez nem minősül személyi adat, amit nem lehet másolni? Csak úgy kérdezem, a GDPR nem. A banknak elméletileg már ezt, de nekem például le van. Nekem azért nem kellett bemennem, mert nekem már egy valamikor fél évvel ezelőtt nekem már lemásolták és tárolják ennek a mását, de nem tudom, hogy GDPR-edi ez, vagy nem. Már azért ezt így megkérdezném, hogy haver, ez nem személyes adatta való visszaélés, csak úgy... Hát, onnantól kezdve, hogy aláírsz valamit, amiben ez le van írva, hogy te hozzáférés biztosítasz ezen adataidhoz, te ezt aláírod, akkor tök mindegy GDPR ide vagy oda, te aláírtad, nem? Hát ilyen paks, amit a papírt aláír az ember, egyszer mész be a bankba, egy valamit módosítani akarsz apróság, és ennyi papírral jössz ki. Amiket joguk minden... van, és kötelességük is. Hát nézd, Cromwell, igazán bankoknak mihez nincsen joguk. Mindenhez is.
Hát jó, van mindegy, be kell menjek ez van. De jó, nagyon örülök neki. De állítólag nekem is jött egy levél, amúgy egy pillanat, meg is ijedtem amúgy, a címem az nem ide szól, ahol lakom most. És jött egy levél, szóltak, hogy a NAV betekintést kér a számlámba. És hogy módosításokat hajtottak végre. Én meg így, mi van? Az én számlámra? Aztán is kiderült, miről van szó, de abban nem mennék bele, csak azért ijesztő, mikor kapsz egy ilyen levelet. És akkor úgy, baszki, oda mennek a Twitch-es pénzek. Oda mennek a Twitch-es pénzek, és én meg magánszemély vagyok. Ha, mennyi pénzről van szó? És elkezdtem számolgatni, hogy aha, igen, jó. Hát ezt nem vallottam én be, vagy bevallottam. Mindegy, hagyjuk is. Igen. Szóval baszki. Mindegy. Igen. Én is így meglepődtem, hiszen az első mondat, hogy pénzmosás. Mi volt? Uh-huh. Ezt most akarnak szervezni, vagy mi? Ijeszgetik itt az embert amúgy. De most akkor ennek kapcsán hozzátenném, most már cégesen fog menni a Twitch-es kiutalások. Csak hogyha ezt egy navos látnál, csak szólok, hogy amúgy igen. Nem magánszemélyként. Oké, Mr. Nav. Hát, ha visszanézik. Hát, ha van köztetek navos, itt vagytok 40-en. Biztos van. Valaki beépített, úgyis letagadja. Te mit csinálsz? Te mit csinálsz? Superlux, HD, 660. Kedves Necro, Superlux. Ja, értem, oké. Okay. Na mindegy, ennyi. Mondokámat befejeztem ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nekem már félnivalóm nincs, én tiszta vagyok, mint egy babyfóka, vágjátok? Arról amúgy kell nyilatkozni is, Kami. Arról nekem is kell, de szerintem mindenkinek kell, amint csinálsz bármit, nyilatkoznod kell. De az a furcsa, hogy Amerikában is úgy nyilatkozol, hogy Amerikában vagy azon kívül. Tehát, hogy ez két irányú. A Streamless plugin, az fos. És ez a szakvéleményem. Fókavadászat, remek. Na jó. Menjünk tovább? Témával, Zoli? Igazából két kell beszélni a VirtualBox 6-osról, kell beszélnünk. Nem két tudom. Olyan téma van még, amit így be akartunk hozni. Aki esetleg használ VirtualBoxot, megjelent a VirtualBox 6, bedobtam a fosnak a cikkét, itt felolvashatjátok, itt fos. Ezek. Igen, legyünk komolyak. Ez is csak a magyaroknak vicces. Persze. Igazából egyetlen egy olyan dolog van, amit itt észrevettem hasznos, vagy hát két dolog, vagy igazából három dolog van, ami tök jó. Van ez a nagyon-nagyon-nagyon új high DPI support, ami, szia Damatau, ami aki a ilyen 4K felbontásokat használ, akinek itt telik rá, annak van high DPI support. Igazából ami nagyon jó, hogy új 3D graphics support van Windowsoknál, vagy a VMS végé a 3D-t használja. Elméletileg gyorsabb is lesz valamennyivel, mert új kiegészítő fejlesztések hozzáadottak a kódhoz a Hyper-V-nél, ugye ezt egyszer mutattam nektek, hogyha Windows-t emuláltok, akkor Hyper-V-t használjatok a VirtualBox-ban, ugye a környezetként, és akkor az fasza lesz. Támogatja a 4.20-as Linux kernelt. Úgyhogy, ja, tök jó a VirtualBox 6. Jöjjön. Még nekem nem frissült le, ami azt jelenti, hogy annyira friss, hogy még az ásba se került be. Pedig oda minden bekerül azonnal. Cromwell, az kemény. Ja, mindegy, igen. Úgyhogy... Ez a VirtualBox annyira távol áll tőlem, hogy... Főleg most. Na most már remélem, tőlem is a távol fog az új SSD miatt. Igen, meg lesz ugye a másik gépnek ez az SSD-d. Ja. Innentől kezdve nem fog kelleni. Értelmét veszti. Nézegettem egyszer egy videót, nem is tudom melyik Linuxos videós volt, de olyan furcsa csávó, furcsa srác, nem tudom, hogy hívták. De nem a rovar, hanem egy másik. Rovar! Nem negatív értelemben. A pók nem egy rovar. Nem az ízelt lábú. Hát az ízelt, nem az ízelt lábú. Hanem egy másik videós, mindegy, és akkor azt esetelgette, hogy elég éles kritikákkal élt azokkal szemben, akik VirtualBox-szal próbálnak ki egy disztribúciót, mert hogy amúgy azt nem is lehet, csak kis natívan, és akkor csak az a jó, mindenki más szarul csinálja. Tehát tényleg élesen fogalmazott. Ha valamit meg akarsz mutatni,
Nem feltétlenül a sebességet, mert azt nyilván nem lehet. Ebben tök igaza van, ezt teljesen adom. De ha a szoftver felszereltséget akarsz megmutatni, vagy azt akarod megmutatni, hogy ez itt működik, itt úgy működik, maga a folyamat. Nem a sebesség, hanem maga a folyamat. Arra szintén tökéletes. Persze, 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 maximálisan. És ezzel együtt is értek. Nyilván ez a sebességet csak natívan lehet jól bemutatni, jól demonstrálni, és hozzá is kell tenni VirtualBox-szal, hogyha mondjuk nehézkesen megy a Gnome 3, az biztos, hogy nehézkesen fog menni, és azt mondani is kell, hogy hát amúgy ez nem ilyen kis laggy, de most az, mert VirtualBox. De most legalább nem kell magyarázkodni majd emiatt. Igen, ha hozzáteszed mindig, hogy a sebességet ne nézzétek, mert VirtualBox. Én igyekszem mindig hozzátenni. Ja. De egy olyan újdonság van még, ami tényleg ez is a napokban jött ki, 13-án, nagyjából egy hete, a Vivaldi 2.2, ami hát támogatja az ablaknak a kidokkolását most már, ugye ez egy új feature, tehát belekerült a Netflix support, ezt kifejezetten teszteltem is, mert visszaálltam Netflixre. Nagyon frankon, hibátlanul Remek. Működik, teljesen jó. Engem még mindig halálra idegesít az, hogy a könyvjelző menüben még mindig nem az első könyvjelződ az első, hogyha lenyitsz egy könyvjelző ablakot. Mi a könyvjelző ablak? Mert most egy Vivaldi van amúgy a képen, most éppen az van, de még ez hát nekem nincs befrissítve. A könyvjelző sáv, ugye a címsáv alatt a könyvjelző sávot, ha kirakod, ja, hogy nekem ez ennyi nincs ki most kin. Nekem ilyen mappák vannak, és azon belül vannak az oldalak. Aha. És ott nem az első könyvjelződ az első, hanem az, hogy az aktuális lapot hozzáadni ahhoz a könyvjelző mappához. Ez kurva idegesítő. Uh-huh. Továbbá rohadtul idegesítő még mindig az, hogy szintén a könyvjelző sávban, hogyha kinyitsz egy könyvjelző mappát, ami benne vannak felsorolva a linkek, és az egeret áthúzod a másik könyvjelző mappára, nem csak ha klikkelsz, ez rohadt esítő. Ha ezt a kettőt javítják, vagy improválják, akkor jó eséllyel elképzelhető, hogy a Vivaldi az potenciálisan alternatív. Mit mondtam? Potenciálisan. Potenciálisan. Vagy van ilyen szó? Potenciálisan. Ja, mégis lehet. Jó, semmi, de nem akartam, hogy folytassak. Azt hittem, hogy hülyeséget mondtam. Először én is. Folytassak, nem akartam lesz. Szóval alternatívája lesz a Firefoxnak, mert a Firefox imádom, szeretem, életem, szerelme, kurva lassú. Ezen nincs mit szépíteni. Igen, egy kicsit az. De hát ez van. Amúgy, amit most is hiányolok, nem tudom, hogy erre gondoltál-e, hogy ha felhúzom a de lehet, hogy ez van itt leírva, csak nem olvastam el, de hogyha felhúzom ide a fülekre az egeret, ide fentre, például a Chrome-ba a görgővel lehet váltani lapokat. Az megvan? Az bárkinek megvan? Nem Windows-ban nem működik, csak Linuxon, Chrome-ba és Chromium-ba. Valamilyen oknál fogva, én már tök megszoktam, olyan szinten igénylem. Olyan szinten igénylem, annyira hozzászoktam, hogy nem kell kattintni, csak ráhozom a könyvjelző sávra az egret, mindegy, hogy hova, görgetek, és nem a könyvjelző sávra, a fülekre, a fülek sávjára, aha, görgetek, és csak itt szeliden, szolidan váltogatom a lapokat, és nagyon hozzászoktam, nagyon tetszik, és ezt még csak a Chrome-ba láttam. Ja. De ez egy elég jó frankó feature. Ez tényleg jó feature, és viszont Windows-on nem csinálja a Chrome, csak Linuxon, amit nem értek, hogy lehet? Szerintem lehet, hogy nem tudom. Én arra gondolok, hogy... De az biztos. Arra gondolok, hogy a különböző XFCE menükben, amik mászkálok itt a rendszerben, ott is a lapfülek, amik vannak, azok ott is lehet görgővel váltogatni, és szerintem a Chrome-ba úgy oldották meg, hogy úgy használja az ablakkezelőt, hogy ezen feature-t implementálták be a lapfülekre, mint hogyha egy szabványos ablak lenne, aminek fülei vannak, csak máshogy néz ki. És szerintem azért működik, és Windows-on meg más nem. Az ablakkezelési módszer nyilván, ahogy megnyitja, és azt tudják alkalmazni. Na hát igen, kontrolltabban, ez általános, a kontrolltabb mindenhol működik, ugye? Lehet. Én nem tudom, én görgetek. Én egerészős vagy, egerészőjv. Nyomom neki. Mert igazából a Vivaldi, azt kell mondjam, hogy tök jó böngésző. Nem rossz. Tényleg tök jó. Alapvetően sokat használtam. Sokat használtam, és most, hogy már működik Netflix-el,
És működik mellé a mi az Isten szubszitál, és lehet mellé tölteni feliratokat. Zsír. Anélkül nem lehet élni konkrétan. Igen, az kell. Hát. És a, mit akarok? HBO-gó megy Vivaldival amúgy? Azt nem próbáltam, mert addigra már vége lett az HBO-gómnak. Ja, értem. Mire Vivaldit föl, mire ezt a 2-2-es Vivaldit fölraktam. Majd meglesem. Szemon azt mondja, nem. De csak Firefox-szal sikerült elindítanom az HBO-t rendesen. Én azt Chrome-mal, pont Chrome-mal nézem. Nekem meg csak Chrome-mal megy. Nekem, semmi mással. Nekem Chrome-mal azt mondja, hogy nem támogatott böngésző, és hogy Firefox-szal megy nekem. Kell hozzá valami plugin Aurból. Ja, értem, akkor az lehet a baj. Meg nem mondom már neked, hogy mide kell. De nem, ott írják Xeon, hogy nem. HBO-gó az nem. Érdekes. Jó, hát mindegy, ez van. Nekem az HBO-gó is, meg a Netflix is igazából Chrome volt a legjobb. De nagyon jó volt Vivaldival is. Úgyhogy, hogyha ezt megoldják, hogy már ugye Firefox-ban, ha kinyitsz egy ilyen könyvjelző mappát, és húzod az egeret, akkor a mappák között ugrál, és megy, és nyitogatja a mappákat. Na, ezt nem csinálja, és az rohadt, engem nagyon rettenetes. Ez nekem válló. Ugyanaz, hogy kinyitod a mappát, és az első könyvjelző nem a könyvjelző, hanem az, hogy az aktuális lapot hozzáad a könyvjelzőköz, olyan miszklikkek vannak, és 5000-szer hozzáadok egy lapot, hogy sem ugyanaz a mappához, mert nem. Kattink azt, hogy az őrült, hát ez van. Aha, most érted, kinek kell 26-szor a Pornhub? De egyszer elég. Na. Már úgy értem, hogy a Google, vagy mi. Hát na, ez van. Igen, szóval ezeket, hogyha és nem lehet kikapcsolni, mert ha lenne az, hogy bekapcsolom, kikapcsolom ezt a feature-t, tök jó lenne. Jó lesz a Vivaldi, érdemes odafigyelni. Jó, mindenképp, és szerintem Windows-on is működik a Vivaldi, ha jól tudom, frankon, nem? Hogyne, kereszt platform. Ja. Úgyhogy szerintem, akik biztos sokan vagytok innen, akik csak Windows-oznak, de próbáljátok bárki, hogy próbálgassátok egy kicsikét, mert open source, ha jól tudom, maximálisan, vagy az Opera az csak félig, vagy volt valami Operának valami kicsapongása, hogy most kicsit open source, kicsit nem, ha jól emlékszem. És, hát ebben nem merek belemenni, mert nem tudok róla semmit. És szerintem, akik operáztak régen, mert az Operának azért lecsökkent a piaci részesedése, azt tudjuk. Régen sokkal többet operáztak az emberek. Szerintem nekik, akik régen operáztak és szerették, szerintem nekik lesz jó alternatíva a Vivaldi. Az Opera elment egy furcsa irányba, és a Vivaldi pont azt pótolja, én úgy érzékelem, amit az Opera régen. Hát igen, mert ugye a Vivaldisok azok az Operából. Az meg a másik, tényleg, hogy az egyik alapító csávó, kivált az Operából, aki érezte, vagy hát, aki csinálta az Operát. A régi operások csinálják a Vivaldit. Igen, mert nem tetszett nekik sem az új irány, és akkor inkább követték azt, ami régen volt. Igen. Nem tetszett nekik a webkites motor, ezért csináltak egy másik böngészőt webkites motorral. De nem biztos, hogy a webkit, ezt tudod, hogy a webkit nem tetszett nekik? Mert lehet, hogy a webkit nem volt bajuk. Igen, mert ott az volt a válók, én úgy tudom, legalábbis én ezt olvastam, hogy az volt a válók, hogy akkor volt az, hogy az Opera dobta, mi volt a korábbi engine-je, nem is emlékszem már. Na hát én nem mindegy, tudom dobta, megmondani. Dobta a korábbi engine-t, és átért webkitre. És akkor mondták azt a srácok, hogy ne, hát ezt a szart. Ezért megcsinálták a Vivaldit, ami egy webkites böngésző, szóval nem értem, hogy... Lehet, hogy nem ez volt a fő ok, csak... Igen. Aztán lehet, hogy később beismerték, az emberek változtattak a véleményei dolgokról, és soha nem neheztelek senkire, aki meggondolja magát bizonyos nézeteiben, mert miért ne? Én is nekiálltam csézni. Ennyi! Tehát te is csézel, mások, vagy lolozni is nekiálltál, pedig volt egy határozott, éles véleményed erről a két játékra, mégis nekiálltál. Lehet, hogy ők is így voltak a webkittel. Aztán rájöttek, nem is olyan rossz. Mit tudja még? Sőt, Minecraft az a kis... Ez már a vég! Igen, Zoli elfogott. A retrospektívben az belemondanád, 2017-ben te még nem Minecraft-oztál, most már aztán... Én Csében úgy dominálok, rapper. Te láttad, akkor ezek szerint láttad azt a klippet, ahogy én dominálok Csében. Rapper úr. Tényleg én egy vicces videót is vágni év végére. Kinek? Van annyi klip már? Nekem? Hát, nagyon igazolt, nem tudom, VR. Csak vicceltem. Persze. Nem, vicceltem csak. Lehet, hogy azt nem úszod meg, lehet, hogy év végére kapsz még egy vicces videót. Ahhoz nem kell beszélned. Amúgy viszonylag sok klip van, de
Viszonylag sok baromság elhangzott. Ja, te csináltad a klipet, azt nem tudtam. Egy csomó klipet csinálhattatok volna az elmúlt streamekben, de néha így ráhalusztok. Lehet, hogy nem is figyeltek, érted? Csak úgy valamit viccesnek tartok, és akkor így nem is készül klip. Van, aki beírja, hogy 2.d, aztán így, jó, azért te ez viccesebb volt. Pedig az emberi produkálja magát, bohóckodik, mint egy hülye, aztán ez van, ne szarják. Nem is igaz, hogy Benőt is már mióta nem láttuk, úgyhogy... Hát ezért néha bebenősítettem amúgy. Csak én nem mentem rá nagyon. Nem mentem rá nagyon, mert ugye, hogy módjával kell, tehát nem szabad túlsózni azt a... Jó, de számolt bele, hogy én egy jó hónapig nem is tudtalak nézni, úgyhogy esélyem sem volt klipet csinálni. Világos. Ez, amit a télen művelt öcsém ezzel a Twitch botránnyal, ez... Igen, az kemény volt. Síralmas volt. Szóval te csináltad a dominálós klipet, rapper, jó van, köszi szépen. Hát a zseni. Az egyszerűen zseniális, azt hajszom megnézni, visít, a fetrengek a röhögést. Majd Zoli unokáinak fogjuk megmutatni, amikor már a Cségó 32 lesz a divat, és elküldjük mondjuk a Cségó 1-be, hogy hogyan dominált a nagyapjuk. Az legalább olyan vicces, hogy akkor pozsan szarrá lövöm a ködbe, egy cség, hogy nekiállok szedni a bombát, erre megjelenik mellettem két csizma, és szegény poizó meg kifekszik, így estek el a csés emberek, így megmerednek, mint a halott kemény kutya lába. Kemény. Borzasztó. Kemény. Hát igen, a mi nagyapáink még a Donkanyarban voltak, ugye mi meg Macségóban, tehát ez a generáció. Igen, mi már a hosszon vagyunk. B hosszú. Igen, mi még a hosszú. Sötétben. Hogy álhosszú, vagy mit tudja, mi van Dustin. Álomra megyünk. Ja. Jó van. Igen. Aztán, mit gondolsz, hogy hova sikerül eljutnunk jövőre, Zoli? Van valami olyan víziód, hogy mi az, ami szerinted meg fog történni, és mi az, ami szerinted meg kéne, hogy történjen. Ez ugyanaz a két kérdés. Mi az, amit szeretnéd, hogy megtörténjen jövőre, és mi az, ami szerinted megfog? Tehát szívvel és ésszel válaszolva. Amit szeretném, hogy megtörténjen, az mindenképpen az, hogy elinduljon a weboldal, és kikerüljenek olyan tartalmak is, oda, tehát hogy meglegyen az a gyűjtő tartalom, hogy meglegyen az, hogyha valaki jön, és azt mondja, hogy erre meg ezt kéne nekem, akkor hogy így tudjam neki tolni a linket, hogy ott van a weboldal, ami elirányítja a YouTube-ra. Kifejezetten abban a témakörben. Ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném megcsinálni. Hogy mi lenne a jó, ami távlati tervés? Nem tudom, ebben nem merek belegondolni. Nem merek hosszú távra tervezni. Mondom, beregisztráltam a domaint, innentől bármi lehet. Ezek. Én félek. Nem jók ezek az omenek. Én rájöttem, hogy akárhány ilyen rossz omentől féltem régebben, rájöttem, hogy nincs rá szükség. Vagy nem az, hogy nincs rá szükség, hanem hogy nem, tehát, hogy nekem ez nem bizonyosodott be. Jó, de én három különböző témakörben három különböző weboldallal tapasztaltam. Ezt, tehát így, érted? Meglett a weboldal, és így két hónap múlva sehol nem volt az egész történet. Tehát már a hírből sem emlékeztek rá. Hát ez van. Jó lenne... nem, ezt inkább nem megtartom. Majd. Jó. Nem, ez is egyfajta válaszom úgy, tehát óvatos duhaj vagy, értem én. Tehát kell ez. Álmodozni én is tudok, ami azt írja. Öreg vagyok én már, tudod. Én is tudok álmodozni, vannak már a kimondott álmok, és vannak olyan célok, amik biztos, hogy meg fognak történni nálam is. Nem tudom, ki merjem mondani, vagy sem, nehogy elillanjon a lágy tavaszi szellővel, amint bemárciusodik, meg ilyesmi. Van valamit nem feltétlen kell kimondani. A növekedés, mert a stagnálás az nem rossz, meg nem, ha ezt bármelyikünk a pénzért csinálná, nem csinálná. Persze, alapvetően ez így van. Hát nagyon sok időt belőlünk ahhoz képest, hogy... Mert ez... Ja. És emlékszel, volt nemrégiben egy beszélgetésünk, hogy mi hogyan tervezzük külön a, vagy nem külön, nem úgy külön, hanem hogy mi hogyan tervezzük egyénenként, így mondom inkább a jövőt. És ugye
Én akkor ott, én ott mondtam, amit most nektek is elmondok, hogy én ezt sose terveztem úgy, hogy én majd egyszer ebből fogok megélni, mert ez nekem ez egy hobbi. Ez nekem arra való, amit én itt csinálok, amit itt veletek vagyok, hogy elmegyek munkába, ott az én agyam így amikor hazajövök 24 órából ilyen Jézus Isten. De jó, csinálhatok videót, király! És azzal foglalkozok, amit szeretek, amit akarok, ami megnyugtat, ami lelazít, ami nekem ez egy stresszlevezetés. Én ezért csinálom. Én ezt sose akartam, sosem terveztem professzionális, olyan szinten professzionális szinten űzni, hogy én majd ebből éljek meg. Ez hülyeség, szerintem nem is lehet réteg tartalomból megélni. Ebből a réteg tartalomból megélni. Itthon. Értem, és megértem is maximálisan. Mind a ketten valamilyen szinten a kreativitásunk kibontakozása, vagy annak segítésére kezdtük el. Nyilván tehát a te munkád tehát egyáltalán nem kreatív, ahogy így tehát nincs benne semmi, amiben ki tudnál teljesedni, hogy az alkotói vágyad, az alkotói éned úgymond vigasztra leeljen a világban. Tehát neked ezért van rá szükség. Nem, tehát, hogyha nem Linuxos videókat csinál, akkor is valamit kéne csinálnod, hogy... Muszáj, igen. Kreatív ember vagyok, és monoton munkát végzek, és nem igen, tudom ott. Igen, világos. Az én munkám elméletileg feltételezi azt, hogy kreativitás szükséges hozzá. Elméletileg nem kéne szükség arra feltétlenül, hogy én alkossak itthon, mikor elméletileg a munkában is ugyanazt csinál, vagy nem ugyanazt, ugyanúgy kreativitás szükséges hát, a munkavégzéshez. Szabványokat követsz, kódokat követsz, ugyanazokat a metódusokat követed. Effektíve, igen. Neked abban kreatívan kell felépíteni valamit, de ugyanazokat a folyamatokat ismételgeted. Egy olyan mókuskerékbe estem bele a munkában, amiben nagyon nehéz most kiszállnom, nem is tudom, nem is biztos, hogy ki tudok-e belőle, és iszonyat monotonná vált az én munkám is, és ez egy ilyen belső regressziót okozott, hogy én nem éreztem úgy, hogy csinálom, amit szeretek. Pedig elméletileg azt csináltam addig is. És kellett valami más, amit szerethetek. És ez most az, ami azt illeti. Most függetlenül, hogy most Twitch-en vagy YouTube-on csinálom-e. Teljesen mindegy, persze. Amit csinálunk, és nektek csináljuk, és ti szeretitek, hogy mi ezt nektek csináljuk, és folyamatosan a pozitív visszajelzés van rá. Hát kívül persze a dislike démont, mert azt Dislike Demon. Várjál, most köszönjél neki, hogy szia Dislike Demon. Mert biztos hallja, biztos igen. Nézi. Várjál, nem biztos, hogy végig is nézi, mert lehet, hogy csak megnyitja a videót, azt látja, hogy ezt bezárja. Tehát lehet, hogy ezt nem hallja. Szervusz, kedves Dislike Demon. Azt szeretném tőled kérni, hogyha már megnyomod azt a telibe ver dislike gombot, írd le, hogy mi volt a baj, mert akkor tudok rajta javítani. Köszönöm. Amúgy ez nagyon fontos. Nincs azzal baj, hogyha olyat mondtok, ami negatív, vagy negatív töltetű. Hogyha megindokoljátok, hogy mit gondoltok, miért rossznak, akkor és le van írva, ez egy információ nekünk. De azzal, hogy csak szarosztok, most nem rátok vonatkozik, akik itt vagytok, mert ahogy itt néztem a csetet, mindenki normális. Nincs köztetek olyan, akivel úgy ne lennénk elégedettek, vagy valamilyen szinten rosszabbul nézni. Elégedettek vagyunk a nézőinkkel. De vagy effektíve azok vagy. De hát most ezt lehet úgy is érteni. Én úgy értem, hogy én bírok mindenkit, akiket most itt látok, feltétlenül, tényleg. Yes. És effektíve fel is nézek rátok. Hát rengeteg olyan nagy tudású ember van köztetek, akikre maximálisan csak felnézni tudok. Komolyan. Tehát én csak valaki vagyok, aki... Jó, Slovinár, ezek a léc. Na, őszintén. Miért? Vagy mi? Hát, hogy normális. Nem tudom. Viccelünk, csak viccelünk. Nyilvánvalóan. Na mindegy, és az üzleti részére rátérve, te azt mondod, hogy te ez neked csak egy hobbi, én nem zárkoznék el a lehetőségtől, hogyha úgy adódna egész véletlenül, mondjuk netántán valamikor, egy év múlva, két év múlva, három év múlva, hogyha úgy érezném, hogy kigazdálkodható full time, nem mondanám azt, hogy nem. Nekiállnék. Aztán, de csak abban a szerencsés helyzetben vagyok, én vissza tudnék táncolni bármikor. Bizonyos okokból. Nem megyek bele. Nem akarok önreklámot sem, meg semmi. Én vissza tudnék táncolni, meg tudnám próbálni, és még mindig mondhatnám azt, hogy nem, de ha ott lenne a lehetőség, én megpróbálnám full time nyomni, ha eljönne ez a lehetőség.
De ha nem jön el, nem jön el. Ha nem jön el, nem jön el, akkor sem leszek szomorúbb. Egyáltalán nem. Mert nekem így is nem jó. Is, megértem teljesen. Azért van, hogy nálam is nem ezzel van a probléma, mert munkahelyet az ember mindig talál. És aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, mert aki dolgozni akar, az tud dolgozni. Persze, persze, persze. Az van itt a probléma, hogy ha én ezt már megélhetési szinten akarnám csinálni, akkor nekem kötelező lenne videót csinálnom, hogy legyen bevételem, hogy tudjak enni. Tehát gyakorlatilag a hobbim, amit imádok, az lenne a kényszer, a kötöttség, ami elől menekülök a hobbimba. Tehát, igen, 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 igen. Nem igen, akarom tönkretenni a hobbimat azzal, értem, hogy munka legyen. Ja. Értem, de most gondolj bele, hogy lehetséges, hogy már most is megkötöttség. Nem mondhatod már azt, hogy hát most abba hagyom. Már nem mondhatod, már nem vagy azon a szinten. Hogy nem mondhatnám. De nem, mondhatod persze, de munkahelyen is bármikor azt mondhatod, hogy én ezt nem csinálom tovább. Persze. Tehát a lehetőség a munkahelyen is ott van, hogy vége. Itt is ott van a lehetőség, persze, hogy vége, de már lelki okok miatt, vagy másokból nem, már nem mondhatod azt, mert itt van, most itt van ez a 30-as srác, ott van a Discordon ez a 240 ember, akiknek nem mondhatod azt már, hogy nem folytatom. Mert őket... De nem is akarom, de őket, szeretem csinálni. Tudom, de őket cserben hagyod, de hogyha most úgy gondolod, hogy ez a lehetőség már, hogy ez a lehetőség még megvan, igazából már nincs meg. Értem és Kami, igen, hogyha ilyen szinten, de érted, amikor az, tehát amikor az függ attól, hogy a gyereknek, az asszonynak, a kutyának, a macskának, meg magadnak tudsz enni adni, hogy a hobbidat hogy műveled, az bennem, lehet, hogy te máshogy működsz, de az bennem már egy frusztrációt kelt, generál, szorongást, és nem jó. Az tönkreteszi a hobbi élményt. Nekem. Ha neked nem, GG, fasza, én ez teljesen jó, imádnám, ha olyan tudnék lenni, mint te. Halál komolyan mondom. Nekem ez tönkreteszi, én ezt nem tudom sajnos így csinálni. Nekem kell a munka, ahol munka van, meg kell a hobbi, ahol kipihennem a munkát. Én ilyen típusú karakter vagyok. Ja. Igen. Most olvasom, amit mondasz, igen. Ott tessék, és ott van Sztobi a kötelező, az megölheti a varázsat, igen. Látjátok, ezért jó, hogyha beszélünk a dolgokról, ezért jó, hogyha ütköztetjük a véleményeinket, mert néha esetleg vitatkozunk, nem veszekszünk, vitatkozunk, mert meg tudjuk nézni, hogy érdekes, te ezt így éled meg, wow, vannak ilyen emberek, és tök jó, képzeld, én úgy élem meg, hogy? És elmondod a te álláspontodat, és így összenézünk, hogy tök jó. Én imádnám, ha ilyen tudnék lenni, hogy nem szoronganék azon, hogy ezt nem csinálom meg. Most tessék, itt voltam 3 hétig beteg, még mindig döglődök. Nem csináltam 3 hete videót. Nyilván, ez nagyon gáz lenne, bár ugye, igen, persze, ez mindenképp kiesés, amikor a saját szekeredet tolod, és egyedül tolod. És szét stresszelném magam rajta. Az a helyzet, hogy én már egyszer próbáltam a saját lábamon állni ilyen szempontból, mert effektíve most is azt csinálom. Nagyon mindegy, csak hogy a többiek is értsék, én egy kis vállalkozásban dolgozom, ahol 3-an dolgozunk jelenleg, ami nagyon kevés ember, és innentől kezdve a felelősség majdnem olyan szinten az enyém, mint hogyha egyedül lennék, mert az enyém is. Tehát sokkal nagyobb nyomás nehezedik így az emberre, mint hogyha 30-an, 40-en, vagy 200-an, vagy 5000-en dolgoznánk egy cégnél. Így mondhatom azt, hogy már effektíve tudom milyen, hogyha magamért dolgozom. Ja. Én, tehát mással már 5 éve. 4 éve. 4 éve. 4 éve magamért dolgozom már most. Tehát nem rémülök meg attól a kihívástól, hogy ezután is azt csináljam. Talán ezért. Na, ja, tökre értem. Más típusú emberek vagyunk. Ez, ja. Nekem muszáj kipihennem az őrültséget, a hülyéket, a nem normális embereket azzal, hogy egy határozottan pozitív és jó környezetbe helyezem magam. Ez, ha nem lenne nekem, a Discord, meg az, amit csinálhatok, így kreatív szempontból, súlyos gondok lennének. Ahogy voltak is előtte. De nem feltétlenül akarok ebbe belemenni a múltba, meg a ezelőtti dolgokba, de na.
legyen az annyi elég, hogy nagyon-nagyon sokat emeltek a hangulatomon a Discordon töltött idők, percek, órák. Gyakorlatilag már nincs olyan perc, hogy ne lennék fönn a Discordon, és ne nézném azt, hogy ki mit írt, tehát így is, és már nem tudom nyomon követni, ahogy mondtam az elején. Hát, nekem is igazából, nem tudom, nekem annyira biztos nem volt nehéz. Nekem is két nehezebb időszakomat is átsegített ez a közösségi lét, úgymond. Nem lett volna más, ahol ki tudtam volna bontakozni úgy, ahogy itt. Akár egy online éteren keresztül, lehet, hogy furcsán hangzik, másoknak a közösség az, hogy elmennek egy fizikálisan egy társaságba, és akkor ott jól érzik magukat, beszélgetnek, stb. Tudjuk, hogy az internet ez máshogy megy, főleg, hogyha más a témakör. Szerintem maximálisan tudja pótolni a közösségi életet az internet is. Persze, nem azt jelenti, hogy én csak itt élek, mert nyilván, akkor nem így néznék ki. Miért ne bírnánk prioritár, ne beszélj meg butaságokat. Itt mindenki mindenkit szeret, ahogy azt már nagyon sokszor elmondtuk. Mi? Ez lehetne a mottónk. Mi? Prioritár, miért mondod ezt? Akárszor ide jössz, jó kedvel, köszönünk neked, meg ilyesmi. Miért szűrted le? Miért, hogy nem bírunk? Ha mindig jössz prioritár, hello prioritár, így köszönök neked streamből, mi a helyzet? Mindig megkérdezem, mi a stájsz? Hát ne viccelj. Mindenkit bírunk. Jó, van, Sipi. Asimov határozottan segít, főleg, hogyha egy skin a cségóba. Nem. Na, bakker. Nem, egyébként tényleg imádom, kurva jó. Olvassatok Asimovot, srácok, alapítvány sorozat, kurva jó, YouTube-on fönn van hangos könyvben, nem akartok olvasni. Zseniális, tényleg az. Aki skifi buzi, annak kötelező. Dehogy is prioriter, baszki, azért vagyunk, azért kezdtük el, hogy... Prioriter, túl sok a Linuxos problémád, és szerinted ez nekünk probléma, hogy neked túl sok a Linux... Mi egy Linuxos probléma megoldó közösség vagyunk, pojti. Annak, ne viccelj már. Annak nem örülnénk, hogyha sok lenne a Linuxos problémád, és nem kérdeznél. Annak örülünk, ha sok a Linuxos problémád, és meg is kérdezed, hogy ez mitől van, és hogy tudnánk rajta segíteni. Vannak olyan dolgok, amikre lehet, hogy azt mondjuk először, hogy nem tudunk... Most, amikor tényleg legutóbb is volt ez a rásztos problémád, hogy kidobál valószínűleg az Easy Anti-Cheat, vagy nem tudom. Ennyi. De te látod, összeültünk, megpróbáltuk megoldani, lehet, összedugtuk lehet, a fejünket, hogy minden össze. Tudásunkat, ami van, nem tudtuk megoldani sajnos, mert tényleg nem tudtuk megoldani, de próbálkoztunk. Nyilván mondhatnánk azt, hogy próbáld meg egy másik distróval, vagy ilyesmi, vagy másik Nvidia driverrel, vagy valami, lehet, hogy tényleg hiányzó libek miatt hiszi az anti-cheat, hogy te VH-zni akarsz, ilyesmi, tehát egy csomóféle megoldás van, párat fel is hoztunk, nem mindig tudunk megoldást, elég specifikus például a Rasztal, nem tudom, játszik-e bárki közülünk. Én is gondoltam, hogy megvegyem, de most így, hogy tényleg olvastam ezeket a problémákat, mert Steam Forum az tele van ezzel, hogy Linux alatt ki random crash-el, és így köszönöm! Köszi István egyébként, amit írsz. Örülünk neki. Igen, úgyhogy nincs ez, ilyen nincs, hogy Linuxos problémád van, és mi ezt nem szeretjük. Ne viccelje már. Azt nem szeretjük, én legalábbis azt nem mondjuk. Azt nem szeretjük, amikor... Azt nem szeretem, bocsánat, amikor így jön, hogy nem tudjátok, mitől nem megy a tört Windows-om. Ja, jó, nyugi, ezt én sem szeretem. Néha azért beesik egy-kettő ilyen Discordra, hogy a tört Windows-át segítsük meg hekkelni. Na, azt nem szeretjük. Azt nagyon nem szeretjük. És ott nagyon, ugye benne van a szabályzatban, hogy az Instaban nagyon-nagyon remegett. Tegnap előtt, vagy mikor volt az? Nagyon remegett az ujjam, hogy ne menjen rá az Instaban. Jó, Sipi, ne trollkodj. Fú, na, szóval azt tényleg nem szeretjük. Ha valakinek Linuxos gondja van, hát haver, azért vagyunk, hogy segítsünk. Nem biztos, hogy tudunk, de megpróbáljuk. Matesz feltett egy kérdést, amiről overlay nincsen, de felolvasom. És ha már ő is ilyen, átmentünk ilyen Q&A irányba is, hogy mi volt eddig a legnagyobb bűn az életünkben, amit elkövettünk, és mi lett vége az ügynek? Egy ilyen kérdés. Azt nem akarod tudni. Matesz,
Lehet, az hogy... a baj, hogy ezt nem akarod tudni. Én nem akarom elmondani. Lehet, hogy nem jó ezt így nagy nyilvánosság előtt így bevallani, mert lehetséges, hogy... Azért ott is van gond. Lehet, hogy nem nyerted el még a büntetésedet érte, és lehet, hogyha ezt valaki meghallja, akkor elnyered a büntetésedet. Bizony, erre gondoltam én is. Akkor te tudod, de az a helyzet, hogy te tudod, hogy mi volt az, én viszont nem tudom, a sok bűnöm közül melyik volt a legnagyobb. Én egészen konkrétan tudom mind a 76 olyan bűnömet, ami... 76? Lehet, hogy 77. 77, az kemény. Minden nap hozzáadódik egy. Világos. Vagy 17. Baszki, nem tudom, hogy nekem mi lehetett. Hogyha ma tesz egy kicsit szűkíted a spektrumot, hogy mégis milyen kategóriában gondolsz a bűnre. Büntető jogi szempontból, amit nem emlékszem, hogy követtem el volna olyat, amit bíróságon büntetnek. Tényleg nem. Lebúz is. Hát de ilyenek, hogy baszki, hogy mentem már át piroson például. De na, borba ilyen, csak itt loptunk. Ilyeneket mindenki csinált. Mentem már át piroson. Hát de... normális vagy? Egy szűzre sincs erőm, nem hogy 77-re. Ja, már öregben vagyok én mához. Na, baszki. Azt mondod, olyan sokat kellene kepesztened érte? 77 szűzér. Ja, 77 ér. Ja, azt hittem, hogy egy ér. Egyre mondod, mert azt mondtad te, hogy egy. Ja, nem. Hát 77 szerintem már nem létezik a földön. Ja, mindegy. Iskolai bűnök haverokkal jó, hát rúgtunk ki ablakot. Na, focilabdával. Kitörtem egy Trabantnak a hátsó szélvédőjét. Nem szélvédőjét, hát csak a lámpa burkát, baszki, na, azt a kis kitüremkedőt, bottat. Nem tudom miért. De ezek ilyen kis apró cseprő baromság, amit haverként vagy gyerekként haverokkal csinál az ember. Csinál persze az ember, amikor felelőtlen hülyeségeket. Hát most azon gondolkodom, hogy lenne olyan, amit büntetnének. Ez eszembe jutott. Nekem is, úgyhogy inkább hagyjuk ezt a témát most szerintem. Azt, amit büntetének, hagyjuk, de mondjuk... Ja. Ja. Ja, hagyjuk, ja. De nem lettünk retardáltak, és itt vagyunk, és élünk. Hát te nem, én mondjuk speciál. Az már egy más kérdés. Igen, a gyerekek hülyék, ez van. De a gyerekekben lesznek egyszer a felnőttek. Igen, és szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy nem csinált olyasmit. Már hogyha én is végig gondoltam, aztán leesett közben, hogy mi az. Nyilván, hogy bárki belegondol, az csak hazugság kérdés az egész. Mi is lógattunk ki a kollégium második ablakából egy srácot a lábánál fogva. Ez mert egy fasz volt. Ez egy cinkes. Mert egy fasz volt. De ez és ott meg kellett tanítani. Hát valahogy meg kellett tanítani. Ez kurvára cinkes, de baszki. Igen, mert hogyha kicsúszik a lába a cipőből, vagy megcsúszik valaki, vagy elengedi, az abban a pillanatban, igen, az abban a pillanatban knokkos. Igen, másodikról úgy dolgottunk ki csávót, csak úgy röpült, majdnem. De meg kellett tanítani, és azóta érdekes, tudod zuhanyozni. Minden áldott este, azonban nem tudod. Elmagyaráztuk neki, hogy de igen, kell zuhanyozni. De csak a zuhanyzás okán. Hát, azért kilógatni valakit az ablakon, mert nem zuhanyzik a koleszba. Na, ez a csak kérdés tükröző, hogy nem voltál kollégista. De te, nem, valójában tényleg nem voltam, azért csodálkozom. Tudod, milyen szag van ott, amikor valaki nem zuhanyzik mondjuk 3 napig, és így, haver, fürödjél hát, már, az... majd lefürdök, vönye, ki az ablakon, de ezt akkor is lehette bár, de nem, az ablak kilógatás az akkor sem, szerintem nem, az sok. Hát persze, 36 éves fejjel én is azt mondom, hogy akkor sem, de 16 éves fejjel nem volt annyira egyértelmű ez, hogy nem logatunk ki embereket az ablakon. Hát nem tudom, szerintem nekem középiskolában is lett volna annyi eszem, vagy egyetemen, vagy bárhova jártál akkor, nem tudom, hol voltál koleszos. Én? Ha, nem idősebb? Mondanám be internet. A internetben nem mondanám bele ezt. Mennyi idősebb volt akkor leszos? Na, de miért? Hogy mennyi idősebb volt akkor leszos, azt nem mondanád be? Ja, nem az, hogy hol. Normál, rendes, 16, 14-től... Tehát középsuli korszakban. Középsuli, plusz két év másik szakma, az volt Fehérváron. Ja.
Jó, de értem. Én elég sokat. Én tudom, milyen egy büdös ember. Hallottam a büdös embert. Éreztem a büdös embert. Hallottam már, hogy létezik olyan, hogy valaki büdös. Amúgy. Hallottam, hogy elmegy mellettem, és hallottam, hogy büdös. Annyira büdös volt. Nem éreztem. Baszki. Hallottam is, hogy büdös. Tudjátok, hogy 500 lények milyen hangos, amikor egyszerre sapkodják a szárnyukat? Na mindegy, mindegy. Na, nyilván tudom, milyen egy büdös ember, tudom, milyen, amikor valaki sokáig nem fürdik, tudom, milyen szaga van. Meg néha magamon is érzem. Na mindegy. De azt, hogy nem zavarja, az a lényeg. És ez kollégiumban halmozott, az igazság. Mert ott az amikor 3 napig nem fürdik, és menjél már el fürödni, mert ömlik ki a lábszak a szobádból, de az, amit így késsel lehet vágni. Ez a sajt, kurva életbe. Tényleg kurvára büdös tudod, de ezt én is tudom, de hát akkor sem, nem hiszem, középiskolában bár eszembe jutott volna, nem hiszem, hogy eszembe jutott volna. De, nem. Jó, de hát ezt most magyarázd meg 4-16 évesnek, tehát így nem tudod. És akkor valaki valamelyik hülye feldobta? Vagy te voltál az? Persze! Te ötleted nem. volt? De én soha nem tehát, voltam jó, felbújtó. De jó, legalább nem a te ötleted volt, hanem elkezdtek téged is panolni. És akkor mondtam, hogy baszki, megmutatjuk annak a hülyének, és te? Meg, hát én jó, ma végül is megmutathatjuk neki, de hogy gondoltad? És akkor elmondta, és akkor aha, boldogattál, hogy aha, jó, szerintem is jó, tehát oké, akkor fogom a bal lábát. És akkor mentél, te kis Zolit nyomtad neki. Nem, akkor nem volt mérlegelés, hogy bólogassak, meg átgondoljam, dobjuk az ablakot, jó, dobjuk! Az meg Jézus Isten. De azok a napok nem úgy teltek, azok a napok úgy teltek, hogy esténként kimentünk a kisboltba, és öljünk valami piát, jó. Összedobtuk a 20-asokból a kis kollégista pénzünket, érted, amikor heti 1000 forint volt a pénz, annyit kaptál itthonról, és megvettük a legótvarabb, legszarabb, legtrébb gyümölcsvodkát. Sárga dinnyése. Ez csak szeszes ital. Bazzeg. 37,5%-os volt. Te atyaig. Na, azt megittuk, 6-an. Azt onnantól a bárkit kilógattunk bárhonnan. Hát, kollégium az jó. Ja, voltak sztorik. Hát, kannásbor, tessék. Na, nézd, és Kami tudja, miről beszélek. A kannásbor az ilyen. Az ilyen. Hát, ez van. Na jó, hát igen, de Matesz, bocs, hogy nem válaszoltunk egyértelműen a kérdésedre, de hát ez most ez van. A BTK-s tételeket meghagyjuk. Persze, mert lehet, hogy egyenértékű lenne egy beismerő vallomással, mert elkezdenénk ezt mondani, és akkor tényleg holnap kopogtatnának, azt nem akarjuk. Nem, ami nem vészes. Mondjuk, az én esetemben én nem vészes. Amennyiben meg elévült. Hát, mennyi idő alatt évül le bármi? Mert 10 év alatt biztos. 10 év alatt biztos? Ennyi még nem biztos. Biztos, hogy elévülne. Na de ja, a lényeg, hogy ezt adjuk. Nem, ez enyém nem vészes. Én alig kapnék bármit. Gene Aroma plusz feszkét. Nézd meg, de vannak itt arcuk, akik tudják, hogy hogyan kell rendesen jó magyar módra bevaszni. Nem hiszem, hogy ez lenne a jó magyar mód, ez a rossz magyar mód. A sárga dinnyés gyümölcsvodka annál penetrál, pos, a világon nincsen. Nyakra főrevedeltük 16 évesen. Jó, de Skami, az nem most volt. Az nem most volt. Azt a mennyiséget, amit mi... 500 forintból volt egy... Fehérváron nem tudom, megvan-e még az a kocsma, az volt a neve, hogy... Oké, Matesz. 4-5 év az elévülés. Szia, Márk! Na, hát... Majd kell. Ah, akkor nem mehetek! Hiszem, akkor mondhatom! Nem mondom. De nem jut eszembe, valahol... Valahol valami híd után volt valami kis kocsma, és esküszöm, nem, harmadosztály ki volt írva. Valami híd után valami kocsma. Keressetek rá az országban, van-e ilyen? És ezt csak abból is Kami írt, hogy 500 forint, mi 300 forintból penetra részegre ittuk magunkat, érted? Ahol máshol 300 forint volt egy korsó sör, ott abba a kis kocsmába 300 forint, a 4 kézláb jöttél ki. Te atya ég. Bőle anyám. Te atya ég.
Jó, és, jó, és esetleg valami olyasmi, ami nem büntetendő, de nem vagy rá büszke, és mondjuk megváltoztatnád, máshogy csinálnád. Máshogy nem csinálnám, mert akkor nem lennék az az ember, aki vagyok. Ez jó, ez nagyon jó válasz, ez nagyon tetszik, nagyon tetszik. Máshogy soha semmit nem csinálnék, amire nem vagyok büszke, olyan nagyon sok van. Uh-huh. Olyan nagyon sok van, és nem is feltétlenül akarok ebbe belemenni, mert... Ebbe se. Jó. Nem, ez személyiségromboló, nem kicsit. Miért karaktergyilkolnám le magam? Persze. Nem vagyok annyira jó ember. Lényeg, hogy nekünk a jobbik feladat mutatod. Ugyanolyan átlagos ember vagyok, mint bárki más. Ugyanazokat az átlagos, unalmas hülyeségeket csináltam gyerekként, mint bárki más. Nem hiszem, hogy újat tudnék mondani vele. Mi? Mi is oda? Az mi az? Mi? Na most ezt úgy képzeld el, kedves Kami, hogy nekünk koedukált kollégiumunk volt, alsó szint, földszinten lányok, első emelet fiúk, második emelet lányok. Oh. Csajszendvicsben voltunk. Az tök kevés. Mindegy, föl vagy leszöktünk. Punci hegyek. Hát, én ilyen szempontból azért kicsit irigylem azokat, akik kollégisták voltak. Ez a koedukált téma, az valószínűleg engem is izgatott volna annó. Az helyzet. Ott öcsém, ment éjszaka. Sőt, a tetőtérbe volt egy pingpongasztal. Azon túl sok pingpong nem mentem. Vágyok ennyibe. Viszont rendszeresen eltört a lába az igénybevételtől. Hát, igen. Elég csúrán össze tudnak csuklani ezek a pingpongasztalok amúgy a gyengébbik fajtára. Elég egy kicsikét neki idő, hogy aztán már csuklik, gondolom. Volt, hogy várni kellett a pingpongasztal, hogy ott ütünk minden hülye a kis pingpongütőnkkel meg a labdánk, hogy pingpongoznánk. Takaradjatok tőle a negyedikesek, takaradjatok már innen, nem látod, hogy csajjal vagyok, hülye gyerek, de anyádba pingpongozni, de mi jöttünk pingpongozni, takaradj innen! Na, bazd meg. Ennyit a pingpongról. Hát azért ilyenkor irigyellek egy kicsikét az helyzet, hát mindegy, ezek az idők elmúltak, és nekem már sosem jönnek el. Igazából az van, hogy én kollégium, én ezt 100%-ig válom belőlem a kollégium embert, nevelt embert, mert én előtte egy kis nyámnyila, visszahúzódó, kis ilyen nebáncsvirág, egy kis pöcshuszár, egy kis fasz, vagy senki, egy kis ilyen. Világos. És amúgy ezt mondják a katonaságra is, hogy nagyon sokan ezért szeretnék visszajönni, de nem az a baj, hogy lehet, hogy én nem érzékelem magamról, de nem voltam se kollégista, se katona. Nem tudom, hogy... Szóval, hogy nem tudom, hogy hiányzik-e nekem bármelyik is. Persze a koedukált részét kivéve, de... Én imádtam a 6 év kollégiumomat. A 4 év Messit is, meg a 2 év Fehérvárt is, zseni volt mind a kettő. Imádtam. Fehérvár? Aha, most mondtad el. Oké. Okay. Az volt később. Uh-huh. Értem. Később. Nem tudom, lehet, de az... Ez egy furcsa dolog, mert hogy megyek végig az utcán, és látom azt a sok csávot, akik azokban a furcsa szűk nadrágokban és vasalt hajakban mászkálnak, meg azokban kivágott V-alakú, V-nyakú pólókban nyomják neki ott a nem is tudom mit, az életet. Nézegetem őket, hogy, és akkor én is azt gondolom, hogy nekik rájuk férne, például a katonaság, de lehet, hogy nem látom magamat jól kívülről, de nem hidrogénes hajú, rózsaszín pólós fiúkák, igen. Ja, de én nem hiszem, hogy kívülről én úgy, nem úgy látom, vagy nem látom magamat kívülről, de nem hiszem, hogy pont ebbe a hibába én belecsúsztam valamikbe ők. Nem tudom, tesz kívülről, hogy látjátok, de szerintem nem lettem retardált ezek kihagyása ellenére sem. Jó, de te téged, hogy mondjam, az élet más, hogy tanított meg ezekre a dolgokra. Érdekes. Hogy tudj felelősséget vállalni, hogy tudj normálisan gondolkodni. Neked az élet ezt máshogy tanította meg. De egy ilyen mai cicafiúnak, vagy cicalánynak, akinek anya, apa mindent megad, érted? Mindent megnyit neki, csak a gázcsapot nem. Érted? Tehát így, hogy? És ezek akarnak gyereket vállalni, meg felelős? Nem, ezek engem nem. És ez már teljesen más, nem is akarok belemenni. Csak sírok tőle, komolyan mondom, hogy hova tartunk, így rohanunk bele a szakadékba, így ezerrel. De szerintem amúgy ez csak egy átmeneti időszak. Szerintem most azok a generációk vannak többségben, akikről most beszélünk, akik belenőttek ebbe a... Tehát
belenőttek ebbe a világba, de mi teremtettük ezt a világot, viszont akik utánuk jönnek, akiket már mi fogunk felnevelni, mert tudjuk, hogy az általunk teremtett világban hogyan kell felnevelni valakit, viszont egy olyan világ, amit mondjuk, tehát nem mondhatjuk, hogy az internet világát a szüleink teremtették, mert nem, azokat az internet világát mi teremtettük. A szüleink, nem, vagy azoknak, akiknek a szülei leszünk, már tudjuk, hogy az internet világára hogyan készítsük fel szerintem. Az a generál... Az internet. Van baj szerintem. A gyors azzal információ is. Áramlás, az a rengeteg válogatás nélküli bejövő ingerek, amik elferdítenek egy bizonyos irányba, és senki nem mondja meg, hogy most az az inger most negatív vagy pozitív, hanem valamilyen random algoritmus alapján valaki kiválaszt magának egy irányt az életben, akár öltözködésben, akár személyiségi jegyekben, és akkor azt kezdi el követni, mert éppen random ez dobta a gép, mert senki nem mondta, hogy az most jó vagy nem. Mert az ő szüleik még nem tudják, milyen az internet, mi már tudjuk. Szerintem a fő probléma az, hogy mindent meg akarnak adni a gyereküknek a mai szülők. Irreálisan. De alapvetően és én igen. Ezt értem, egy szülő általában mindent meg akar adni a gyerekének. Igen. Nyilván a mi szüleink igen. is mindent meg akartak adni nekünk, de nyilván nálatok is volt, hogy valami nem volt, nélkülöztetek. Hogyne. Nem volt mindig minden instant így. Hogyne, persze, nálunk hogy volt. Persze, gyakra főre zabáltuk a zsíros kenyeret, hagymával, mert nem volt mit enni gyerekként. De amúgy ez kurva jó is. Na de mindegy, igen. Egyébként kurva finom, de ezt hagyjuk. Igen, igen. Igen. Nem volt az, hogy így rábogtam a kirakatba, hogy anya, kell nekem az? És anya nem az volt, hogy bement, és mit tudom én, Cofidis hitelre megvette 16 havi törlesztő részletre, hanem azt mondta, hogy hülye vagy gyerek, nincs rá pénz, takarodjál. És akkor megtanultam várni igen, rá, igen, hogy... igen, igen, igen. Hát, most nincs, mert nem telik rá. Cukros kenyér, pontosan. Ja, de azt mi is nyomtuk a cukros kenyeret, ja. De bizonyám. Volt olyan. Ennyi. Hovat, hogyne. Úgyhogy igen. Ja. De amúgy az érdekes, hogy ezt is az internetnek tudom, de tudod miért? Mert szerintem a képmutatás, ami kurvára fontos, és azért akar mindent megadni a gyerekének, nem azért, mert hogy azt tartja jónak, vagy nem, hanem mert azt látja az ismerősökön, és nagyon gyors az információ áramlás a Facebookon, azonnal látja, hogy az ismerős, a szomszéd, az osztálytárs szülei megvették a gyereknek azt az XY dolgot, és nem akarom, mert tudom, hogy ő megvette, ha nem tudnám, nem venném meg az én gyerekemnek se, de mivel tudom, hogy a ismerős megvette a gyerekének, azért én is megveszem, ne érezze magát hátrányban. Mert az információ az nagyon gyorsan terjed. Ha nem tudnám, igen, de... nem lenne rossz. Ami nem fáj, nem tudom. Nem, amit nem tudok, nem fáj. Érted? Mindegy. Igen, én szerintem az munkál az emberekben, hogy hát én tudom, milyen volt gyerekként nélkülözni, az olyan gyerekem ne nélkülözzön, de ez mert is, különben ez nem is tanulja meg a dolgok értékét. Ha rögtön azt mondja a gyerek, hogy de anyum, én nekinek iPhone-ja van az iskolában, és nekem is kell az új iPhone 17628 a legújabb, de az XXL-es kijelzős, nem a sima, mert az búzis, és anyuka azt mondja, hogy ja, hát csak 499.999, hát akkor azonnal megveszik 36 havi törlesztő részlet. Nem. Hülye vagy, gyerek, 500 000 egy telefonért, normális vagy? Itt egy telefon, 16 000, fel akarsz hívni, akarsz valamit mondani, tessék. Mehetsz a dolgodra. Értem. Biztos ez is benne van. Nem tanulja meg a dolgok, aztán meg hazajön két hét múlva, amikor a félmilliós telefon, aki pókhálószerűen be van repedve a képet. Igen. Mert hazajön két hét múlva egy olyan telefonnal, mert... Na, nem tanulja meg a dolgok értékét. Nem tanulja meg. Én nagyon szarszülő lennék, mert én minden azon, hogy hülye, vagy normális, vagy nem. Biztos, hogy nem. Ha megdolgozol érte, megveszed. Én ezt nyomnám. Úgy, ahogy nekem nyomták, és ember lettem, bazdmeg. Van egy ilyen faktor, de szerintem nagyobb faktor amúgy a közösségi média valóságferdítése. Nyilván az internetre mindenki magáról a jót teszik ki. Az, hogy hát vagy sajnáltatja magát, de az ánalmas. Ja, hát de az, tehát magamat sajnáltatom, nem azt, hogy a gyerekemnek milyen szar.
hanem azt mutatom meg, hogy gyerekemnek vettem valami nagyon drága dolgot, és akkor ezt meg kell mutatni a világnak, milyen szépen vigyorgunk a karácsonyfa alatt, holott 5 perc előtt a képkészülés előtt még veszekedtek. Mindenki csak a jót próbálja kívülről mutatni, mert azt hiszik, hogy hogy az összes ismerős csak ezt csinálja, és ezért nekem is ez kell, ne érezzék azt az ismerősök, hogy nekem valamiért is rossz. Pedig igen, ez a képmutatás. Mindenki ugyanannyit veszekszik, csak mindenki azt mutatja, hogy milyen jó az élete. Igen. Én nekem például ez is egy nagy, amiért engem nagyon sokan hülyének néznek, hogy én például ezért nem is tartok karácsonyt, nem tartok húsvétot, nem tartok ilyen ökörségeket. Srácok, ha hiszitek, ha nem tartok halottak napját. Van halottam, nem is egy, van szerettem is, halottam, nem is egy. Anyám is van, apám is van, aki halott. Nem tartok halottak napját, mert nem vagyok hajlandó azon az egy napon sajnálni és szomorkodni, és azon az egy napon rájuk gondolni, nekem folyamatosan az agyamban vannak is gondolok rájuk, tartom a szülinapjukat, meg tartom a haláluk időpontját. Karácsony, normális vagy? Azon az egy napon kell szeretned, az mindegy, a holnap után kikaparhatod más szemét, meg lelőheted 5 forintért, de a karácsonykor szeressed, mert az a dolgot te szemét. Én ilyen álszent játékokban nem vagyok hajlandó részt venni, ezek annyira szánalmasnak tartok. Na, és mi lesz karácsonykor? Mit csinálsz? Mit veszel? Kinek ajándékod? Menjél már anyádba, hagyj engem békén a hülyeséggel. Én ilyen vagyok. Nem vagyok hajlandó ezekben a társadalmi játékokban részt venni. Nem, ez álszent képmutató, demagóg, undorító, hányok tőle. Ugyanez minden egyes ilyen ünneptől. Rühellem. Hát... Ilyen az őszinteség! De értem, és valamilyen szinten egyrészt is értek, nem tudom megcáfolni. Én szerintem a gyerekeknek kell ezt az egészet tartani, majd a gyerekek szemszögéből kell a gyerekeknek egy kis varázslat, egy kis misztikum. Ezért lennék én szalszülő, mert én simán megmondanám neki, milyen télapot vesz, hülye vagy, nincs olyan, én veszem neked az ajándékot. Milyen nyúz a nyúl tojás? Nézd már meg, mit tolja nyúl, hát nem tojás. Nekem is volt mondva a télapó, meg az angyalka, meg a nyúl, de a szüleim, nem úgy fogom fel, hogy a szüleim nekem hazudtak ezáltal. Nem hazudtak nekem a szüleim, én egyáltalán nem úgy tekintek erre, hogy a szüleim nekem hazudtak. Nem, Sipi, én realista vagyok. Hanem én örülök neki, hogy a szüleim adtak egy kis misztikumot azokba a napokba, ezeken a különleges napokon. Nekem felnőttként kurvára nincsen szükségem ezekre a dolgokra, egyáltalán nem érdekelnek. Semmilyen szinten. Társadalmi elvárás az, hogy ajándékokat kell venni. Mert tudom, hogy ha nem veszek XY-nak ajándékot, akkor megsértődik, vagy furcsán néz rám, és tehát én nem vagyok az, aki ezért megsért valakit. Akkor inkább veszek valami kis szart, aztán. De nem. Csak nem, tudom, hogy van, aki már csak ezért sem. Én azért még, na, a faszom, legyen jó, mindegy, akkor megkapja. Belemész a rossz kompromisszumba. Miért? Azért, mert... Nem. Értem. Persze, és a te oldalat is megértem, tehát én nem gondolok azért furcsának, mert tök megértem. És hogyha nem félnék attól, hogy egy viszonylag közeli hozzátartozómat megsértem, mert nem szeretném őt, nem szeretném, hogy rosszul érezze magát, ezért inkább belemegyek a rossz kompromisszumba. Mert nem csak magamra gondolok, hanem próbálok rá is egy kicsit. Vagy neki lehet, hogy rosszul esne, mert ő másnak más az életfelfogása, ő szeret adni és szeret kapni is, szereti viszonozni azt, amit adnak neki, és ő is szeret kapni, mindenki szeret kapni, ez hülyeség, hogy nem. Na mindegy, szóval csak ennek okán. Látod, de ez olyan, hogyha valakit szeretek, akkor én egész évben szeretem. Ha én valakit meg akarok ajándékozni, akkor én egész évben megajándékozom, nem csak karácsonykor. Tehát ez... Értem én. És ráadásul, hogy a karácsonyra ráhúzzák még a vallásnak is a dolgait, és mivel én megrögzött agnosztikus vagyok, én nem, tehát ez olyan szinten ineffektív, hogy úgy pattan le rólam, mind a húzat. Persze, hát a vallási rész az engem sem fog meg, de szerintem most már egyre inkább abban az irányba haladunk, hogy már tehát a vallásoknak szerintem nem kell pár száz év se.
Na mindegy, ez csak az én véleményem. Reméljük, bár az iszlám még erősen tartja magát, de ja, reméljük, minél előbb ezt a hülyeséget ki tudjuk purgálni, hogy azon versenyeznek, bazd meg, hogy kinek a képzeletbeli barátja az erősebb. Én ezért élesen nem fogalmaznék, mert mégiscsak interneten, szerintem ez szabályzat ellenes, például Twitch szabályzat ellenes. Igen. Szerintem. Bocsánat, kedves Twitch, Mr. Twitch, nem úgy értettem. Mármint, hogy én senkinek nem akarom elvenni a vallását, én csak azt mondom, hogy nekem nem kell, de tiszteletben tartok bárkit, aki hiszik valamiben, hiszik. Jó, van, nem érdekel, hisz. Én mindjárt iszok, nem hiszok. Így van, a laposföld hívókat kifejezetten, azokat aztán. Tudod, mit csinálnék az összes ilyennel? Így berakni a BFR-be, amit most épít Elon. Így a BFR-be így besuppolni az összes laposföld hívót, és ping, menjetek, nézzétek meg lapos-e. Nem látjátok még mindig a kabinból? Nyissuk ki a zsinipet, nézzétek meg! Na, miék, lapos! Jó, 35-40 másodpercig életbe lesznek még. Az a jó, hogy a laposföld hívők szerintem nem számítanak hivatásos tehát a laposföld hívés nem hivatalos vallás, na, azt akartam mondani. Szóval szerintem őket szapulhatjuk, mert ők nem hívők, hanem hülyék. Ezzel nincsen baj. Azt mondja, a hold az egy plazmagömb, és 6000 kilométerre van fölött. Mi a faszom, igen, az a plazmagömb? Megfognám, beraknám őket a BFR-be, kilőném, így leraknám őket szkafander nélkül a hold közepén, így ajtót így kilökni őket, azt na, plazmagömbbe, hülye gyerek. Plazmagömb lenne, akkor az se esne nekik jól azért. Nem. Nem, mondjuk a projekció az még mindig jobb, mint a plazma gömb. Na mindegy. Úgy kicsapnám őket, csak úgy zuhog. És van, amelyik olyan erőszakosan... De egyszer úgy találkoznék, de én még nem találkoztam ilyennel személyesen. Te találkoztam ilyennel személyesen? Nem, mert nem érte volna túl. Nem értem. Tehát akkor az lenne az egyik fő bűn, amit elkövettél, hogy megöltél egy embert és elástad. Na, az biztos, azt ott elástam volna, azt tuti. Az biztos, egy ilyen hülye szembe jött volna velem és elkezdeni magyarázni. De akkor is lápos! Úrcsém, most vagy te vagy, én nagyon gyorsan menjünk el innen, mert itt nem biztos, hogy embervér fog folyni. Értem. Öcsém. Értem és megértem. Hát, és meggyőződése, hogy lapos, és esélyed nincs. Ilyen, én nem, felfogni se tudom, hogy lehet valaki ennyire ostoba. Mindegy, egyszerre találkozok ilyennel, nem is tudom, hogy mi legyen az első mondat, vagy az első kérdés, amit felteszek. Nem akarok fizikális erőszakot alkalmazni, nem vagyok én olyan ember, aki csapkolódik, meg ütlegel másokat. De valami olyan... Prioriter, igen. Valami olyasmit mondanék neki, amit hosszan és összeszedetten kellene átgondolnom, nagyon hosszú körmondatok lennének, nem lenne benne káromkodás, de nagyon fájna neki. Nagyon. Nem tudom, hogy lehet egy ilyen... Adnék neki egy 5000-est, hogy tessék a taníttatásodra. Szia. Egy 5000-es elég? Nem, biztos nem elég. Szia, Oli! Hello, Oli! Na ja, mindegy. Nem tudom, én nem tudok többet hozzászólni. Csomó mindenről nincsenek kialakult véleményem van, csak hogy mit mondok bizonyos dolgokra. Igazából egy ilyen jönne vele szemben, csak annyit mondjuk, hogy te hülye vagy, szevasz. Kész. Nem is bántanám, mert nem elkezdene nekem lapos földezni. Na, mi legyen, Zoli? Elköszönjük a srácoktól, és boldog karácsonyt kíváljunk azért társadalmi elvárásnak megfelelően kellemes ünnepeket. Hát persze! De ezt ez is! Boldog, áldott angyalka szálljon a fejedre, meg hincsen rád jóságport, meg itt szoktak még ilyenkor kamúzni, nem is tudom. Na, minden ilyesmi. Nagyon jó amúgy Zolival ünnepelni, én azért gondoltam, hogy behozok egy csillagszórót, és akkor így. De nem. Például azért nem is... Hozd be, hadd rögjek, kérlek! Nincs illagszorunk itthon. Egyáltalán. De hogy ezért is nem is csináltam egy külön ilyen karácsonyi jelenetet játékokhoz, mert úgy most már úgy nem hiszem. Mindenki karácsonyozzon, ahogy szeretne. Én leszek... Ahogy a vérmérséklete. Leszek a többi napon is olyan, amilyen szoktam. A karácsonyi napokon. Legyetek sokat a családotokkal, és szeressétek egymást, és ne csak karácsonykor, srácok. Mindig. Persze. Szeretet fontos.
Ennél jobb kívánságom nem lehet karácsonyra, meg semmikorra se. De én azért nem ellenzem ilyen szempontból amúgy a karácsonyt, mert ez egy ilyen mondva csinált motiváció arra, hogy összejöjjön a család, mert különben nem jön. Tehát, hogy szeressük egy, nagyon jól hangzik, hogy mi szeressük egymást mindig, minden nap, az év minden napjába, de nem lesz rá motivációnk arra, hogy összeüljünk 20-25-en 30 a nagy család, és kajáljunk együtt egy kurva nagyot. Egy átlagos hétköznap ez nem tud összejönni. Szerethetjük mi bármennyire is egymást, az egy tény, hogy mi szeretjük egymást, az egy csak egy szófordulat. Ennek fizikailag meg kell nyilvánulnia, meg kellene nyilvánulnia a hétköznapokban is. Csak kell egy motiváció, kell egy fix időpont, amikor így, na jó van, akkor karácsony van, úgyis akkor úgyis egy csomóan nem dolgozunk, csomóan ráérünk már, mert mindenki Szabin van, meg minden, akkor most kajáljunk már, ha már úgyis karácsony van. Nézd. A két legközelebb álló ember a szívemhez, az egyik életvitelszerűen Németországban él, a másik meg Londonban él. Hogy miért azt hagyjuk, nyilvánvaló mindenki tudja, és ők azok, akik mindent tudnak rólam, még a legutolsó, utolsó, aljas, utolsó dolgaimat is mindent. És mégis találunk mindig időpontot. Rahadtul nem egy módon dolgozunk, mert ugye én 24-48 azok, valamelyikük három műszakozik, vagy két műszakozik, és össze-vissza. És van olyan, hogy egész nap megy a csetelés, és csak így a naptárjainkat így toljuk egymás elő, hogy na, mikor érünk rá. Aztán amikor ráérünk, 2-3 havonta, amikor éppen úgy metszi egymást a szabad napjaink, akkor 3-4-5 órás Skype hívás, nem Skype, hanem Hangouts hívások vannak. Ha akarsz, akkor igenis meg lehet csinálni. Értem, hány ember, de várjál, hány emberről van szó? Mennyit mondtál? Ez így három ember. Három ember. Mi 30-an ülünk össze. Amit hárommal meg lehet csinálni, meg lehet csinálni. Nem. Az a helyzet, hogy nem. Nem. Balázs, fúj, 16 éves vagy, és fiú. Tehát várjál még 2 évet, és növesz puncit, jó? Honnan tudod, hogy 16 éves? Úgyhogy ott írta egy pár sorral feljebb. De várjál, de Balázs azt mondta már még pár sorral feljebb, hogy ő már belefáradt a programozásba. 16 évesen hogyan? Na jó, mindegy, hagyjuk. Hagyjuk, nem. Ez akkor nem mennék bele. Most mi van, mit röhögsz? Hát elképzeltem, hogy 16 évesen belefáradt a programozásba, hogy hölgeci öreg vagyok én ma ez. Jó, hogy informatikát tanulsz, és már belefáradtál. Hát, akkor lehet, hogy nem ez a szakma, amit neked nyomnod kéne. Vagy nem tudom. Értek. Ha az nem szenvedéllyel megy, hogy igen, hagyjad még a kódot, mit hogy lehet, mondjad, na mondjad már! Akkor az nem feltétlenül. Most elmászott a kamerád, most ott egy csík, a zöld hátterad, most meg egy fal, most meg plafon. Jó, oké, most talán jó lesz. Na jó van. Jó, nem, szerintem én kimerültem már. Menjünk a fenébe. Menjünk. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az évet, és nagyon-nagyon várom a következő évet, amit veletek a társaságotokban tölthetek, és értetek tölthetünk, illetve beszélünk többes számba. Várjuk az előzőt meg a következőt. Abszolút. Szerintem nagyon jó volt, és bízom benne, hogy nagyon jó is lesz. Igen, most úgy terveztünk, hogy szeretnénk pár custom match lolt nyomni, és szeretnénk, ha minél többen csatlakoznátok, ugye 10 férünk el, biztos leszünk azért egy-ketten jössz, Zoli, te is lolozni? Tehát van 8 helyünk. Hát egy 8 helyünk akkor gyakorlatilag rajtunk kívül, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, azzal folytatjuk a napot, most lesz egy fél órás szünetecske. Fél órás, 3-4 órás, nem tudom, mikor jövök vissza, mert nekem még kajálnom kell. Tudom, hogy 7 óra is ilyenkor szokott kezdődni az esti játék stream. Most nem fog tudni. Barátok közt, ja. Meg a barátok közt is. De nekem egy kis szünet kell, összeszedem magam, és akkor jövünk vissza. És akivel pedig nem találkoznánk, köszönjük szépen még egyszer. Köszi, hogy itt voltatok, és szeressétek egymást meg a családotokat. Legyetek kurvára jók, meg minden. Hello, szevasztok! Ciao! Ciao!